első számú reggeli műsora. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Békés Csabáról, a Szent István térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Óra után 16 perccel újra elkezdjük a reggelt, és hát nem tudom, kihez imádkoztatok tegnap este, de a meteorológusok által beígért hidegfrontnak nyoma sincs, kérem sehol. Szépen. Szikrázó napsütés várt bennünket itt Békés Csabán, és hát a mi hallgatóink. Hello Feri, hello Jani! Hello! Mindenkinek itt vagyunk. És tapsoljál már vissza az én népemnek, jó? Mert miattad jöttek. Na! Ugye? Ma még egyet nyomok, várjál már most már. Rákönyökültünk a Pont Péterre. Helyes. Na, kit hoztam el? Ugyanolyan szép, mint a tévében, ugye? Igen. Hello, pontosan. Köszönöm. Hello. És Balázs, nem tudom, kenyeret nektek. Kenyeret? Köszönjük kenyeret. Szépen. Kolbászunk tehát is. Tehát sok kolbász mellé egyébként kell. Kolbászos kenyeret hoztam, mert ez élesztőmentes. A kutya fáját, de drága vagy, köszönjük. Várjál, még mondani akarom. Éjfélkor sült ki. Te csináltad? Én, igen, és benne van, hogy Klassz FM, ezt úgy belevéstem pengével, és úgy sült ki. Azt a mindenit. Na, nézd, de vigyázzunk, hogy azt ne nyeljük le, tehát benne van egy ilyen, benne van a kenyérben? Nem, nem. Ja, azt hiszem, én simán lenyelem, megfulladok itt hátul a sátorban, azért azért szomorú. Nem. Fogyasszátok egészséggel. De drága vagy, köszönjük szépen. És mit vétsd le, ha kidobjátok, meghaltok. Te nagy kenyérsütő vagy mindig? Csinálod a kenyeret, tényleg? Igen, otthon készítem az kenyeret, és így tudom, hogy én, hogy mit tettem bele. Hát ez egyébként igen, ez egy jó szokás lenne egyébként nálunk is. Az, hogy nem élesztőben, hanem csak liszt és víz hozzáadásával én nevelem a kovászt, és abból készítem. De jó hangzik. Egyébként mondani akartam, hogy kell is a kenyér, mert hogy a csabaiak meg se tudnak hazudtolni magukat, hogy Békés Csaba ugye a húsipar egyik fellegvára úgy tűnik, mert hogy még én is kaptam egy szál kolbászt. Tehát nem is egy pár kolbászt. Ez a óriási kolbászt. Egyébként a Janinak tehát is még úgy, hogy vegetáriánus, még nekem is jutott egy pár belőle. Igen. Mondtam ezt gyorsan, akkor Balinak át is lehet basszolni. Bali szépen lecsapott rám. Na, szóval az időnk jó, itt vagyunk ugye Békés Csabá lehet jönni, Szent István tér, ez az Andrássy út felüli része, jól mondom? Jól mondom. Igen, Andrássy út. Mint ha ennyi. Szerintem az a Csabai, akinek el kell magyarázni, hogy merre van a Szent István tér, az átutazó inkább, és nem Csabai. Adtam egy kis segítséget, nehogy a tér másik oldalán keressen bennünket, hogy hol vagyunk. De Balázs nagyon büszke volt egyébként reggel, mert jöttünk együtt, és akkor mondta, hogy na, hogy ismerem a várost? Na, mint a tenyeremet, mi? Be volt kapcsolva mondjuk a GPS. Ja, meg tegnap este egy órát készítettük, hogy kell jönni, de meg vagyunk. Ott szépen elmentem, ezen a párhuzamos utcán visszajöttem, ott egy picit kellett szabálytalankodni. Nem sokat egyébként, csak a járdára jöttünk fel a kukás autó. De miért? Hol? Elmondom neked, hogy miért, mert ebbe a kis kereszt utcába, ott, ahol most az autó, ott beállt egy kukás autó. És mondta a Jani, hogy akkor menjek a járdán. Azt hitte, hogy ez na, nekem kihívás lesz. Ilyet a feleségemnek soha nem mondanék, de tudtam, hogy neki ez csak egy a sok száz. Na most vagy választasz, hogy elkésel a műsorból, és megvárod, amíg az összes kukát kiürítik, vagy felhajtasz a járdára, ami nem is lett volna baj, de szemben egy nagy szemekkel néző bringás jött, aki szerintem életében nem látott még ilyet itt Békés Csabán, hogy egy terepjáróval mennek a járdán. Mondtam, szkúzi, bocsánat, igen. Uh-huh. Jani lebukott az anyasülésre, hogy ne vegyek észre. Muszáj, hát nem lehet elkésni, hát meg kell tenni mindent, hát az ember. Ide kell érni pontosan. De ilyen. Nem volt belőle semmi feszültség, annyit tudtam leolvasni a biciklisnek a szájáról, hogy bunkópestiek, amikor lehajtottam a fejemet. És ez még csak az eleje volt, tehát még mondott cifrámat is. Nyádott Balázs, így van. Ez volt. Illedelmesen kikerültük a bringást, elnézést kértünk, és szabályosan leparkoltunk a tér parkolójában. Mindegy, szerintem követhetetlen a dolog a stuttgarti rendszám miatt. Nem, csak mindig azzal jár. Most már az a divat, tudod, nem a szlovák. Loptam gyorsan egy rendszámot, igen. Na, hát Veszprém pápa szakad az eső, Békés Csabán szép napot nektek, így a Lőke, így van, azon a vonalon jön majd a hidegfront, valahol ott érje el az országot, és jön errefelé is, de gyerekek, őrült mázlink van, tehát az ország nagy részében szakadó eső és hideg, a Pünkösdre és a hosszú hétvégére ilyen 13 fok is szakadó eső, de végül csak háromnapos hétvégén jön, úgyhogy miért is jó. Lenne 24 fok, de ez így eltolódott, mert kezdted mondani ezt már hétfőn, hogy gyerekek, kettőlit vége lesz, kedden átálltunk szerdára. Tudod, hogy szeretem riogatni a népet. Az igaz.
Igen, és nem csak ezzel, hanem mással is. Majd várjátok meg, amíg föláll az ablak mögül, hogy hogy néz ki, és utána pedig akkor most azt mondod, hogy hétvégén, akkor holnapot még megúszuk, Kazincz Barcika, jó lesz? Az oda hozzatok meleg ruhát. Hozzatok meleg ruhát, drága Kazincz Barcikaiak, a Rákóczi téren majd oda, mindenféle esernyőt, magunknak, nekünk, nektek, mindenhova. Na, és milyen érzés, visszatért hozzátok Feri? Át, a gyermeketek! Gyerekek. Visszajött, visszaadjuk a gyermeketeket! Drágák vagytok, Istenem, ha ez a város mesélni tudna itt a Narancs Klubban, mi volt itt? Ugye, hogy nem változott sokat, mondjuk kevesebb volt rajta a tetkó, mert akkor még csak az volt rajta, hogy Bornindi új kígyós, illetve... Igen, anyám és üs. Igen, anyám nesi, az is Csaba gyöngye forever. Ezek voltak. Hát nem változik semmi. Illetve a város egyébként sokat változott. Én azért így a belvárosban... Azért adjunk egyet a polgármester úrnak is. Nem, de tényleg. Csinálni. Én így belvárosban régen voltam. Egyszer kellett jönnöm ide az APEC-ba, vagy hova az Istenbe berendeltek. APEC, minden... Atyaisten, tényleg volt ilyen APEC. Volt még, akkor ide berendeltek. Mama megunta, hogy mindig őt rángatják be helyette. Igen, azt mondta, hogy hiába, hogy ide bejelentve most már járjál te, úgyhogy egyszer haza kellett jönnöm, de tényleg szépült, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon kellemes város. Egyébként én, hogyha majd elmegyünk, majd jó sokára, kb. 4-11 magasságába Békés Csabáról, akkor én úgy fogok visszagondolni erre a városra, hogy nem nagyon voltam még csak átudazóban, hogy itt mindenki kedves. Tehát, hogy én itt az alatt, az egy nap alatt, vagy fél nap alatt, amit itt tartózkodtam eddig, csak kedves emberekkel találkozom. Hát Balázsra jöttél át, ő kedves így van, volt. Így van, kenyere lehet kenni. Rám is, igen, a dicsfényből rám is vetődött. Kenyere lehet kenni. Engem nagyon könnyű boldogát tenni, mert volt Digi TV a szállodában. Tehát, hogy érted? Nem, a 10 év házasság miatt könnyű boldogát. Amiatt is könnyű boldogát. Én mindennek örülök. Megkérdezem a receptőn, van Digi TV? Az nincs. Ó, mondom, de kár. De már húzzuk is be! Bemegyek. Kapcsolok árban, érted? Már egy üvegszálas optikával behúzták a Digi gyorsat, Roger éppen délben oktatott. Már megint a... Leheveredtem. Roger, nem, de intézzük! Leheveredtem a kis díványomra, és végignéztem. De nagyon szép hely, utána elmentem eltévedni a városba, kerestem egy ilyen bevásárlóközpontot, amit az Istennek se akartam megtalálni, és már valahol a Kecskeméti úton egy totálkút, vagy egy acsipkút, hogy nem tudom, már ott voltam nagyon-nagyon messze, onnan visszamentem a város másik oldalára, de megtaláltam. Gémeskút. Igen, a Gémeskút után visszafordultam, és aztán megtaláltam, tehát egy órát bolyongtam, de nagyon-nagyon szép kis hely egyébként. Nagyon-nagyon jó fejek volt. Én tegnap elmentem az atlétikai centrumba, rögtön belefutottam két olimpikomba, Urbanike Rossi Máriába és Bökfi Jánosba is, egykori kiváló távgyalogról, az egyikük, másik pedig súlyemelő volt, a szövetségi kapitánya is a súlyemelő válogatottnak. Iszonyatosan jó fejek voltak. És edztek ott, vagy mit csinál? Igen, meg látogattam a helyi súlyemelőket is, összeismerkedtem két nagyon tehetséges kis súlyemelő palántával is. Ők ketten súlyemelők. Igen. Hát de te egy cuki kislány vagy, miért csinálod ezt? Szia! Hello, mi a neved? Gerem vagy, Kasszandra Míra. A kutya fáját, és jó, szeretsz súlyt emelni? Kérdezzünk, mennyit emelsz? Hány kilóval? Hány kilóval emelsz? Szakításból a legtöbben 12, lökésből meg 18. Vállom, 12 és 18, nagyon jó. Konkrétan levideóztam, és hazaküldtem a lányomnak motivációs videógyanát. Hogy így hát is lehet csinálni, tegnap tőlük. Úgyhogy hihetetlen aranyosok és nagyon tehetségesek, hát voltak ott ezért idősebbek is, velük nem álltam szóba, mert nem mertem. De nagyon-nagyon jó volt. Van egy kiváló kis rekordtámpája, ott is rengetegen edzettek. Ez egy nagyon sportos város. Nagyon sportos. Igen, én hoztam teniszcuccot, kiderült, hogy a szálloda mellett 6 darab salakos teniszpálya van, és olyan voltam, mint egy ilyen szerencsétlen nyomorult, aki kiült, hogy szánja meg valaki, és teniszezzel vele, kézed el. Nem akarsz kihívni? Halló? Igen, te ott, hallod, gyere ide. Tudsz teniszezni? Fogd meg azt az ütőt. Én a gondok vagyok, én a körzeti megbízott, ne verj úgy baj. Kiültem a teraszra egy nyomorúságos limonádéval, mert az egyik pincéfiú megígérte nekem, hogy jön játszani, nyilván nem tudott jönni, mert hogy este 10-ig tart a műszak, nem is tudom egészen, hogy értette, és kiültem a teniszpálya mellé, és azt vártam, hogy hát, ha valaki odalép, hogy akarsz játszani te. Szeded nekem a labdát. Igen. Ott ültem egy fél órát, aztán hazamentem, visszamentem a szállodába, senkit nem találtam. Most kézzel, 6 teniszpálya. Az olyan, mint neked egy felvágott bélszínszelet, amihez nem nyúlhatsz hozzá, vagy neked egy tofu búj. Egy disznó, aki saját magát pörzsöli fel. De az jó. Vagy neked maja gold egy fatányéron, érted? Tehát, hogy, a fatányér mi? és, és, elég
egyébként térdvédő. És itt volt a teniszcucom, és nem találtam zseni senkit. Voltál. Szörnyű volt. Ott mi Ani mondja, mennyi tenisz ez, ír nekem, és olyan szép az idő, mennyi lejátszani. Fölkelek, lemegyek, ülök ott, mint egy ilyen szomorú spániel a teniszpálya mellett, 2 órát. És de beöltözve, ne, fejpánt. Ne, azért hülye nem vagyok, aha, persze, ez magas térdemelésbe ugráltam a teraszon. Na, gyerünk! Ki jön játszani? Fussolj már játszani! Na, gyere ide, kemény vagy! Bal, egy, kettő, három, jó, négy, ide gyere, ha és sétált a pálya mellett is, tudod így meg, de én is szoktam játszani. Igen, hát, ha valaki igen, mint egy ilyen debil, tudod. Nagyon szép ütés. Hátra mentünk ugye a szálloda mögé, amikor megérkeztünk, és megláttuk a teniszpályákat, tehát Balázs konkrétan tényleg így térdre hullott, mint hogyha nem tudom, hol lenne, érted, a Roland Garroson. Tehát egy csodálatos volt. Csodálatos. Tehát, hogy hát hatsalakos egymás igen. mögött, hát ilyen komplexumot Pesten nem lesz. Ez nagyon ritka, igen. komolyan, hatsalakos pálya egymás. Ez gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Jó, mondjuk abból 3 paradicsom palánták voltak. Az tök mindegy, de van pálya. Igen. Illetve az egyik a szomszédnéni kertje volt, én gyakoroltam a szervákat. Még egyszer átütitek a labdát, kinyírlak be benneket, rohadékok. Igen. Zseni. Ha már tenisz egyébként, hát ez nektek sokat nem mond, de azért örüljünk neki egy picit, mert hogy Venus Williams-et. Így van. Babos Timi. Megyek dedikálni. A magyar teniszező lány legyőzte Venus Williams-et. 3 szetben fordított szet hátrányból visszabrékelt, úgyhogy nagy taps neki. Illetve Szél Tamásnak, aki viszont megnyerte a Bokuszdort és az ő csapatának. Ezt Ferinek kellett volna mondania. Igen, de ezek nagy magyar sikerek azt egyébként. Az nagyon kemény. Európa legjobbja vagy azért, az irgalmatlan, de gyakorlatilag 4,5 hónapja semmi más nem csinálnak az egész csapat. Szél Tamás csak a meló, de reggeltől estig csak ez van. És különböző értetetlen szakszavakat motyognak az orruk alatt, úgyhogy megvan, megyünk Lyonba, és azt is megnyeri, szerintem. Igen, nagy dolog. Egyébként 8 után megpróbáljuk elérni, fölébresztjük, még valószínűleg nagyon másnap. Hogy fogja, de hogy fog örülni. Biztos, hogy nagyon fog neki örülni. Igen, megpróbáljuk Szél Tamás fölhívni majd. Majd írjunk már össze egy-két olyan kérdést, ami mi szánkból hiteles. És akkor a lyoni krumpli az melyik? Lyoni hagyma. Hagyma. Ja, igen, ezen a válasz az. Hát a krumpli az semmelyik, mert olyan nincs, de hagyma az van, János, ja. Na ülj vissza, egyes. Igen. Na jó, van, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Jó, drága hallgatók, egy pici ismétlés. Méghozzá a szegedi hangulatban egy kis memória frissítésen vettem részt tegnap a hallgatóink és Janiék segítségével. Oh. Úgyhogy ezt a részt megmutatjuk. Aztán lehet ám lassan jelentkezgetni majd játékokra, valaki úgy érzi, hogy agyon akar bennünket verni fekete-fehér igennemben, kicsit nyugodtan közelebb is jöhettek, ha akartok, ilyen auránk van, hogy itt így érzitek az auránkat, nem mertek közelebb jönni. Szóval, hogy lesz majd játék, és hát a 2 fix játékunkat is elhoztuk természetesen. Egy vadi új hűtő, és a csemperagasztó játék. Illetve kapcsolódik kérdés, hogy 4 decit van? Én nagyon remélem, és nagyon remélem, hogy nem vesz ebből vissza, amit tegnap hozott. Kicsit az első 4 deci után megijedt, és utána visszavett, de remélem, hogy ma újult erővel méri majd nekünk le a tejet, hogy mennyit sikerült fejni. Évek óta vártam, hogy erre jöjjetek, erre most nem tudok kimenni, gyertek jövőre is. Már hol vagy, ha közelben, hogy bemegyünk hozzád. De optimista vagy, gyertek jövőre is. Ja, azért nagyon optimista. Igen. Azért túlzóan optimista. Igen, Balázs majd ugye a műsor felén bemondja majd a címet, ahova küldeni kell a leveleket, ahova igen. kell majd állni a transzparensekkel, hogy jövőre is jöhessünk. Igen, igen. Na jó, ismétlünk egy picit, jó? Aztán jövünk a hírek után. Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Mai állomásunk. Békés Csaba. Ahogy már 7 éve minden tavasszal, idén is útra keltünk. Tarts velünk mind az 5 állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. A sütörtökön Békés Csaba! Békés Csaba! És pénteken pedig Kazincz Marcika! Ez itt a Morning Show! Morning Show! 10 perc múlva pontosan 7 óra jó reggelt kívánunk mindenkinek. Keresünk egy hallgatót, akit Lajosnak hívnak, és akkor össze tudjuk kötni a Mizsével, nem? És aha. akkor lesz egy főszponzorként. Főszponzorként van Lajos. Lajos is szép a Mizse, boruljatok össze. Igen, az Isten is egymásnak teremtett benneteket. Van, Lajos, így Mizse, van. Mizse, így Lajos, mutatkozzatok. Megyünk kartográfiai vállalat támogatása is. Ez természetesen. Ebben az utcában, itt az utca végén, a templom mellett nem volt itt egy jó régen? Ne! Kérlek, nem volt itt egy tejivó valahol? Nem. Egyenesen, mint Helmut, hogy jobbra fordul, nem volt ott egy tejivó? Nem. Nincs meg, Feri. Nem volt szerintem, de pálinkát tudok neked szerezni bármikor, bármennyi. Aha. Tej? Nem, nincs. És nem, itt nem, hogy inkább a pál lesz mi. Viszont azért, mintha egy rém lett volna nekem egy tejivó, de lehet, hogy nem volt. Van egy alkalmi tejivó, kiváló laktózmentes tejeket lehet kapni. Igen, én tudom, az a mukake, ha aláfekszel.
Ja, tényleg. Nem, az a tehénke. Fölraktam az Instára a fotódat egyébként. Fölraktam, hogy befeküdtél a tehén alá. Úgyhogy drága hallgatók, tessék. Megismételhetetlen. Tessék bennünket Instagramon követni, mert már 106 ezeren vagyunk a kis instás közösségünkben, és bőven átléptük a 100 ezeret. Már is 106 ezeren, a Facebookon 380 ezeren, körülbelül 360-70, nem tudom, a 106 vagy 7 ezer már az instás kis közösségünk. Utolja és ott extra fotók vannak. Extra tartalom. János, ahogy befeküdt a csecs alá. Igen. Nem szabad elfelejteni, hogy ha már szóba hoztam a kis teljes alkalmi teivonkit itt a hátunk mögött, akkor, hogy ma is ki lesz sorsolva természetesen egy darab hűtőszekrény, 5 karton, azaz 60 liter mizó laktózmentes tejjel a mi kis tejénfejéses játékunkban, azon kívül ugye lesz a burkolt be a rocsot minifű, a rocsot minifürdő szobáját játék is lesz a Cerezitnek a támogatásával, meg hát lesznek egyéb kis csecsebecsék is kisorsolva mindenfelé a különböző stabil milyen játékaimban. Milyen szépen felolvassa, milyen megváltoztál, János? Nagyon. Az a baj, hogy én ezt végig szoktam tolni át. De a saját kútfőből. És aztán a végén küldenek is Balázsnak egy ajándékcsomag. Ez igaz, igen. Ez az te nyolsz a szponzornak, én kapom az ajándékot. Ez az élet napos oldalára szüleménk. Inkább mondd el, hova nézett a szobát. Balra el, kis szaros. Mi volt megint? Megint kikapta a legrosszabb szobát. Figyeljetek, tehát, hogy... Kikapta a legrosszabb szobát szerintetek? Aha. Ugye? János, persze. Nagyon egy csodálatos abszolút kis szállodában kaptunk elszállási lehetőséget. Nagyon jó, gyönyörű az egész belülről, mindenre nagyon bementünk, és azt mondtuk, hogy úristen, ez a legjobb szálloda. Nagyon persze, mindig mindenhol ezt mondjuk egyébként, ahol éppen vagyunk. De ettől függetlenül ez egy nagyon szép kis szálloda. Bementünk, mondom, ledőlök egy kicsit, pihenek már egy délután, mondom, milyen jó lesz. Leültem, lefeküdtem, beúztam a sötétítőket. De ez miért van? De tényleg miért van? Majd egy óvodás gyereksereg. Ne lépj a zebrára! Mit csinálsz? Előtt gyerekek, fogjátok meg éjjös kezét! Az van, hogy az egyetlen utcára néző szobát kaptam meg, ahol képtelenség délután bármit is csinálni. Úgy, olyan volt az egész, mintha kint feküdtem volna a járdán. Annyira tipikus. Egész az én szobám csendes, sötét. Az enyém is gyönyörű volt. Várjál, olvas. Figyelj, írt nekem egy SMS-t, amiben így egy ilyen szuperlatívuszakban így ajnároz az egészet. És megbégés van, és kizért, ó, mennyire király ez a hír. Visszaértem neki, hogy én meg megint a rossz végére kerültem. Mindig, de imádom, nagyon jó. Mindig, túl érzékeny vagy, nem? Szívsz. Az biztos az lehet a probléma. Igen, biztos túl, az túl jó a probléma. Na játsszunk egy gyorsan, már itt is van a hallgatónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, Niki, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello, honnan jöttél, Niki? Mezőberényből. Mezőberényből érkeztél hozzánk. Te is nyomod ezt, amit tegnap a Szegedék, hogy 4 órakor jöltem, eltört a kislábújam, szekére jöttem malacháton, és egy ete úton vagyok, hogy ide érjek. 3 órakor már felébredtem, hogy úristen, már menni kell, de még csak 3 óra volt. Felriadtál? Igen. Hogy lemaradsz rólunk? Igen. És aztán még visszapihentél egy kicsit. Hát egy kicsit, de nem sokat. Hánykor indultál aztán? Hát végül 17:30 volt megbeszélve. Az egész jó. Aztán elkéstem, egy picit, de ide értünk pont. Hát itt vagyunk 10-ig, mert minket nehéz lekésni. Na, igazából akkor ugyanakkor keltél, mint én, csak én azért keltem, mert valaki beröffentette a motorját az ablakom alatt. Ja, értem. Ennyi. Hát ennyi. Figyelj, nem lehet, te nem szoktál oda telefonálni a hotelekből, hogy a Janit tegyék a leg... Én már nekem nem már kell van oda telefonálni. Nem is kell, úgy nem látszik, kell. Hogy ez... Mert én tudom, hogy automatikusan ez történik. Tehát nem kérek valamit, amiről tudom, hogy úgy is megtörténik. Minek, érted? Hát ő mindig a rossz végét kapja. Lehet, hogy úgy vannak vele, érted a hotelek, hogy lehet, hogy nem beszélnének rólunk annyit, hogyha ez történik. Na, akkor érted. Na, Niki, kivel játszanál egy jót? Mondd meg nekem. Veled szeretnék, Balázs. Egyszer már játszottunk. És mi történt? Elpopsisztál? Hát, te engem. Tényleg? Igen, nem nyertem sajnos. A betyárja. Hány éve részletek? Sok évvel ezelőtt volt? Vagy nem, tavaly volt. És azóta ezt nem tudtad megemészteni, és gondoltad majd most élőben. Hát, ha igen. Jól van, János, számolj vissza, és akkor mehetünk 3, is. 3, 2, 1, fire! El is indult, tehát Nikit mondtál, ugye? Így van. Így van. Niki. Honnan jöttél? Mit mondtál? Mezőberényből. Szép hely? Nagyon. Mit lehet ott csinálni? Hát lehet menni fürdőbe, múzeum. Van fürdő? Így van. Az menő. Nagyon jó. Gyertek arra, ti is, nem jöttök? Hát nem jöttök. Aj, de
kár, pedig milyen ügyes voltál. A kis íjlakkal kerülgetted. Igen, még most is azt mondom, hogy így van. Beégetted, hogy nem szabad az igent kimondani, ezt mondtad az így van, és aztán egy nemet viszont bedurrantottam. Aj, de sajnálom. Nem baj, de örülök, hogy itt lehetek. Persze, és nagyon-nagyon vártam, hogy gyertek, és ez egy nagy élmény. Vigasztad magad ezzel, persze nincsen semmi baj. Na, köszönöm. Mondogatjuk magadnak, hogy... Már volt ezért fölkelni háromkor? Ilyenkor át felébredni? Behúztuk a hete, gyerekek, csak jelzem. Meg vagyunk. Csak úgy finoman jelzem. Csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy behúztuk a hetet. Azt hiszem, igen. Igen. Azt hiszem, igen. Az nem lehet, mert akkor péntek lenne 4-1. Ja, tényleg hülye vagyok. Még van egy nap. Még van egy nap, azért ennyire még nem állunk jól 4-1-re. Három. Hát sajnálom nagyon, hogy nem sikerült, de ez egy élmény, hogy itt lehettem. Ez biztos, ez sokan gondolják. Nézd meg azért, milyen rendesek vagyunk, az ajándék csomag jár. Nézd meg azért, tényleg komolyan mondom, a jó szívunk fog minket a sírba vinni, de tényleg komolyan mondom. Máskor is Békés megyébe. Igyekszünk. Majd továbbítjuk az NMH-nak ezt a levelet. Hogy jó? Vagy ez a szóbeli kérés. Puszilunk, köszi Niki. Köszönöm szépen a játékot. Ciao, köszi, hello. Jut eszembe egyébként ennyi. A szálláson nektek is ki volt rakva egy olyan cetli, hogy a szoba elhagyása után egy pár perc türelmet kérnek, mert hogy leltár lesz? Nem. Ezen egy picit meglepődtem. Hát ezt az én szobába kellett volna rakni, mert én most nem nyúltam törölközőt. Igen. Nem loptam törölközőt. Konkrétan ki volt rakva egy cetli, hogy néhány perces türelem, mert amikor elhagyom a szobát, akkor lesz egy leltár. És hát, mikor mondta Portes? De bocsánat, de nem én szoktam lopni a... Ismernek. Hát ez igaz. Ismernek, hogy milyen kis izé vagy, hogy ellopod a sósmogyorót, meg a hamutálakat elrakod. Szép ez az üveg, hamutál elrakom, ez még jó lesz. Nem vettem volna magamra, csak oda volt írva még, hogy János. Jó, hát. Nem kellett volna az előző szállodába leszerelni az ajzatokat, meg ellopni a Bibliát. Jó, de mindenek le blankoltam rendesen a végre, és leszigeteltem sárga szigetelő szalaggal, tehát senkit nem rázhatok meg. Munkavédelmi szempontokból tökéletes munkát végeztem. Senkit nem csap meg az áram. Na jó, drága hallgatók, 3 perc van pontosan, 7 óra, egy pici hírek Ákossal, aztán jövünk a hírek után. Első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Békéscsabáról, a Szent István térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Kivajtok a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt! És a szeretlek Balázs, amit megbeszéltünk. Szeretlek Balázs! Édes vagy, de és drága vagy. És kívánlak Jani, amit megbeszéltünk. Itt a fiútól! Én is szeretlek Balázs! Nem, kívánlak Jani! Persze! Hello, drága Békés Csabaiak, itt vagyunk. Ne tudjátok meg, megnéztem egy ilyen időjárás térképet. Gyerekek, Pápán, Székesfehérváron, Velencén, Balaton, mindenhol szakad az eső. Ahova mi megyünk, ott kisüt a nap. Ennyi. Érzitek, milyen auránk van, Feri? Ez mindig így van? Te vagy a Csabai, hogy nem mennek az emberek közelebb jönni hozzánk? Mert van az üvegstúdió előtt egy ilyen 3 méteres rész, hogy nem, csak meséltem rólatok tegnap. Azért mondom, mert a Jani mindig szokott stage divingolni, és ha ráesik a betonra, nagyon összedőli magát. Tehát, hogy gyertek egy kicsit közelebb nyugodtan, mert a János beugrik a tömegbe, akkor senki nem kapja el, és mi lesz? Szattan a betonon, és vége van. Szeretnék úszni a kezeken. Tényleg, csináljunk már majd. Volt ilyen egyébként, egy budapesti kitelepülésen egyszer eljátszottuk, és nagyon szépen hátraadogattak, csak aztán nem adogattak vissza. Igen. Elvitték, leszedtek róla a gyűrűt, égszert, aztán meg kellett keresnem az aluljárót, és visszamenni a másik oldala. Igen. Na, itt vagyunk, és tényleg kiváló az idő, hát irigykednek ránk azok, akik már írták, hogy ugye szakad az eső, Székesfehérvár, Sopron, Pápa, Veszprém, mindenhol írták, hogy de jó nekünk, és a Békéscsabaiak. Például havazik. Ott például havazik. Egyébként, hogy ilyen kicsit kezd átmenni a Aigner Szilárdba Balázs, hogy naponta 6-szor mond egyébként. Gyerek, hát én örülök. Szereti, ennyi. Hát én örülök. De itt is azt nézem egyébként, hogy megvan a bátrabb tömeg, aki az üvegstúdióhoz jön, és a hátul kicsit félszegen nézelődő, jó fej ez a Balázs, vagy nem jó fej? Elárulom, Még nem tudom eldönteni. A szimpatikus is kicsit, hogy sokat ül benn, nem jön ki a Feri, kim van, de most kijött, lehet, hogy jó fej. Nézd ott a Jani. Olyat akarok vezetni. Halló, főnök! Állj meg! Mi az ott? Olyat akarok vezetni. Tessék, lefeküdni a főnök. Találták volna ki. Ez a te autód, János, igen. Igen. Egy személyes, kicsike. Csabát. Tök jó lett volna. Miért nem áll meg? Nem hal? Nem picit balra, mert az egy oszlop. Mit hallgat? Csaba rádiót? Hát miért ilyen kegyetlen? Ha
Komolyan. És visszafordul. Visszafordul. Aha. Oda néz, jön vissza. Valaki meg. Állítsa meg. Egy ilyen kis söprűs gép. De azt mondja, nem tudsz ilyet vezetni. Neked nincs jogosítvány. De tudod, fogadjuk, hogy automata váltós, és hogy az feküdj egész olyan, mint egy Dodge. Feküdj elé, feküdj elé. Szaladj, most szaladj már. Lögd meg, lögd meg. Nézd, megállították. Elnézést, ilyen hajszik. Bocsánat. Ne tessék elmenni. Nem, ő nem humoros, a bácsi. De a polgármester úr nem tudna rá csörögni, biztos van forró vonal. Helyjük fel a polgármester. Józsi, hagyd a takarítást, gyere vissza a télen, rohadt életben, Balázsik keresnek. Image van, image-be vagyunk. Igen. Vagyunk. De azon gondolkoztam volna, Feri, elé fekszel, átmegy rajtad. Ez át. Simán. Ez, hát azért rajtam simán. Nem, feldobta volna mellel. Ennyi. Egy ilyen kis Dodge-szerű kis gépet kell elképzelni azoknak, mondjuk, akik nem látják, akik, ami ugye úgy befele söpör, és akkor így maga alá söpör mindent. Egy ilyen kis, hát egy ilyen kis pici kis zöld kis gépecske. Ez olyan tényleg a te autód lehetne. Megkapott egy biciklist. Mondjuk, és most kiköpte. Sárvédőt kiköpi átul. Mondjuk ezzel jönnél át Kazinc Barcikára, az egy 8-10 órás út lenne. Még a 47-est fölsöpröm. Na, mindjárt ott vagyok. Figyeljetek. Nem akar velem fotót, ne erőszakoskodjál már. Azt, hogy állj már oda mellé, állj oda. Én akarnék. Ugye te nem akartál? De akartam. Kicsit lecsúszott hátul a kezed, csak mondom. És megfogja a fent. Neked fogták most a tiédet. Hát igen. Figyelj. Tegnap rámarkoltak a fenekemre. Mondjuk Margit néni volt, azt hiszem, egy ilyen Margit néni volt. Miért van az, hogy a Ferit ennyire szeretik? Én Lőrincen, hogyha valakivel itt találkozom, átmegy a másik oldal. Biztos van valami oka. Biztos. Nem, egyébként tudja, hogy nyilván kúnyarász egy kis aprót, és nem akar adni. Tehát, hogy... Tényleg. Úristen, ott a János megint fog aprót kérni. Jani, mondjuk van egy Bílásod, tudok szeretni a Balázstól autogramot. Figyeljetek, beszéltük azt a adásban már egy pár héttel ezelőtt, hogyha Csabára jövünk, akkor megpróbáljuk előkeresni a Rákóczi ikreket. Ne legyél már kegyetlen, de melyiket? Feri balkézről született utódjait, akiket egyelőre még nem vállal fel. Mert úgy hallottuk, hogy a helyi óvodában van külön Rákóczi csoport. Persze, így is van, az mondjuk elég ciki, a még mindig óvodásak. Mert 20 éve laktam itt, úgyhogy azért az új... Ez kellemetlen lenne, de lehet. Figyelj, 20 évesek nem fejlődnek, még mindig ovicsok egyébként. Az elmúlt hetekben akárki szóba került Csabáról, annak volt valami kis liaisonja a Ferivel. Azért az biztos. Ne akard már szegényeket bántani, hát most. Ott a hölgyet kérdezzük már meg melletted, hogy volt-e valami. Volt valami a Ferivel? Szia! Hello! Hogy hívnak? Hello! Engem Ibolyának hívnak. Ibolya, drága, jöttél minket megnézni? Meg megyek dolgozni. Hol mit dolgozol, Ibolya? Hát, kormányhivatal. Aja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 j
beszéltünk. Igen. Titeket küldenek? Csekkolni minket? Nem, itt megyünk el. Igen. Gyerekek, jön a Simicska brigád, csekkoljuk már le őket. Egy kicsit gyorsan a kutyafáját, nézzük már meg, mit nem csinál. Akarok, nem akarok indiszkrét lenni. Feri, szagolgattál annak idényi boját? Alul. Alulról, bocsánat, igen. Ivaj, és hányra kell beérned? 8-ra? Fél 8. És előtte kijöttél minket megnézni. Igen. És milyen? Jó? Remek. Remek? Nem láttalak benneteket, csak szoktalak hallgatni. Ugye? De élőben sokkal szimpatikusabbak sokkal vagyunk, nem? Ugye? Abszolút. Ugye? Abszolút. Jól van, na. Szegeden csináltunk egy ilyen kis közönség találkozós részt, és mi nagyon szerettünk, hogy egy Feri ide-oda lépegetett valakihez, kérdeztünk, lehet beszélgettünk. Lehetett tőlünk kérdezni, igen, itt vagyunk. Ott van egy fehér hölgy mellette, Ferenc, csak úgy áldogál, és úgy néz. Ez a Balázs, nem olyan. Igen, mert a többiek mind afroamerikaiak. Fehér hölgy. Nem úgy érdekes. Többiek futkároznak. Többiek elfutnak. Igen, hogy hívnak? Szia! Anikó. Anikó, hello, te mit csinálsz, Anikó? Én házi orvos mellett vagyok, asszisztens. Hoppá! Te jó! És hol van most a házi doki? Még alszik, még pihen, nem? Ő alszik. Alszik. És te viszed helyette? Nem, a szabadnapos vagyok. Ja, azért. De már simán meg tudsz írni recepteket, meg ilyenek. Próbálkozok. Hát ennyi idő után az már legyen. A nővérem is ezt csinálja egyébként, és nála elő szokott fordulni, hogy a doktor egy picit elalszik, és akkor viszi a boltot. Nálunk is ugyanígy. Ez klasszik mindenütt így van. Elmegy így ügyet intézni, valóban addig te megírod az átlag gyógyszerek. Így van, pontosan. Házi orvos egy kicsit beszugyókál, és akkor gyorsan kitöltött helyette a dolgot. Kell neki is pihenni. Hát egy kicsit hadd pihenjen, persze, persze. Jól van, jó munkát kívánunk neked, bár ma szabadnapos. Azért vették ki szabadnapot, mert hogy majd jönünk? Komolyan? Miattunk? Igen. De cuki vagy. De helyes vagy. Most jön ez a tudod, én meg 3 órakor keltem, és azért jöttem, hogy... Én már egy hetet szabadságot kivettem, hogy idejére. Hol vannak a nyíregyháziak? Itt sátrazom a Szent István téren. Igen, ott valaki Nyíregyháza például 1 órakor kelt azért, illetve Nyíregyháza környékén, nyíregyházi kis településen. Persze, le se feküdt. Jó? Mióta nem alszol, hogy ide gyere?
Hát tegnap este indultam, hogy 20 órakor. Tegnap este honnan? Horvátországból? Igen, honnan indultál? Nyírbogátról. Azt a minden, jó hosszú volt. Este 8-kor indultál? Igen, este 8-kor indultál. Mivel jött? Mivel bringával? Szekérrel. Vonattal. Egy lopott traktorra. Este 8-kor. Igen. Este 8-kor a bogáti vonatra felszálltál, az elvitt Nyíregyházára. Debrecenbe, ott. Hát Máté, Szolnokra, a Szolnok ide jöttem. Mondjuk? Tárcseszpresszel. Gyerekek, azt hívja, ez egy ilyen Jani Péle történet. Ez kemény. Gratulálok. És csak azért, hogy itt legyél velünk. Igen. Nagyon drága vagy. Jössz át Kazincbarcikára? Ne, az már nem. De akartam, hogy most indulj el, mert akkor holnapra ott vagy. Amilyen vonat, átszállások vannak, azért az úgy kemény, igen. Mennyi idő? Este 8-tól mikor értél ide? 1:10. 1:10, és akkor 4 órát még itt sétáltál az Üres Szent Istentéren? Nem, ott a padon ültem. Ez már tényleg ilyen szociodráma. Ott megmondják. Nem mondod komolyan, mit ültél 5 órát a padon? Ott oltások, ott megmondják, ott ült a padon. Ők is fölkeltetek, öreg, menj már egy nalittal ugye a padon, hallod, menj már picit. Tényleg? Igen. De drága vagy, csak azért, hogy lássál bennünket. Igen, azért. De miért? Hát most mondta, hogy lásson bennünket. Jó, de hogy komolyan, hát ez már megható ez a történet, komolyan mondom. És nem lépett oda hozzád senki, jó napot kívánok. Nem, itt rendes emberek laknak, ja. Ez Békés Csaba. Személyigazolvány, lakcímkártyát. Üldögélünk. És mit csinált 5 óra alatt? Nézegetted a madarakat, vártad, hogy jöjjön a hajnal, láttad, hogy áll az üvegstúdió, ami még üres. És igen, csak igen, azért jöttem, azt hiszem, igen. És aludtál picit? Ezt szuszokáltam csak. Gyerekek, volt egy hallgatónk, aki őrizte az üvegstúdiót, hogy el ne vigyék. Hát milyen rendes? Milyen rendes ember? Ilyen a büdzsé, már nincs, aki őrizze. Rosszul állunk. Hallgatók melegváltásban őrzik a stúdiót. És akkor 10-kor mész ki, és indulsz vissza. Igen, 10:20 kamerja vonat. És este 8-ra otthon vagy. Nem tudom. Majd lesz valahogy. És asszonynak mit mondtál, hova mész? Hát ide. Igen? Elhitte? El. Mondta, mész a fenébe, persze, mész a Balázsékhoz, ne hamuzzál itt nekem, persze. Hát nem tudom, hogy van valaki Szolnokon is, meg Debrecenben is volt be! Voltatok 2 éve Debrecenben. Voltatok 2 éve ott Debrecenben. Voltunk. Oda is jöttél? Igen. Ott is voltam. Mennyit vonatoztál? 30 órát? Hát nem, azért nem, az egy óra hossza volt. Jó, hát az neked már meg se kottyán. Fogadd meg, hogyha lesz őszi túrnénk, és a legmesszebbi pontra eljössz, ahol vagyunk az országban hozzá. Tehát ha vegyünk Szombathely vagy Győr, akkor te ott leszel. Ott leszek. Ennyi. Látod? Azt a mindenit. Ez a lojalitás nagyon tetszik. Nagyon szépen köszönjük. De észrevettétek egyiket? Bocsánat, hogy rögtön átnyergelek egy másik témára, de hogy kóstolgat minket a kis... A kis képes. Igen, egy kering körülöttünk. Én úgy érzem, hogy ez egy felkérés egy táncra, hogy ő valójában azért szeretné, hogy egy mennék egy kört. Igen, úgy sem ezt vezetni. Itt van a 4 decink, itt van? Már keresem is. Ja, várja, erre van. Ott, ja, azon az oldalon, csak indíts el majd a játékot, még nem játszunk, csak mondjon valamit nekünk. Tegnap ugye... Mondja van, azt, hogy 0,5 deci. Hello, jó reggel, ciao. Az Instára ígértünk képet oda, majd. Most nem a kutya miatt jövök életem, állj meg egy pillanatra. Hello. Mi a rekordunk eddig? Mennyit mértek? Mennyit mértél? Mi volt a legtöbb? 1 liter. Így ez a mindenség itt neki, 1 liter, a betyárját. Jól van, jól hangzik egyébként, jól hangzik. Megböklek a Facebookon. Na, itt áll egy hölgy Feri Sárgában, jó? Te most engem tényleg szivatsz, hogy az egyik tél egyik kicsit, részéről a másikra. Akkor jövök, semmi gond. Bocsánat, tegnap megünnepeltük a szülinapomat, és a foglalkozás elérte a célját, kicsit ugrom egy-két dologra. Azt én tudom, fél egyig az én erkélyem alatt ment. Igen. Nem én voltam. Hello. Ez fél egyik, mert csókolom. Jó napot kívánok. Kezi csókolom. Jó napot kívánok önöknek. Nagyon kezi csókolom. Viszont kívánjuk. Minden rendben tetszett találni a téren, mert kicsit ilyen sorsolási bizottság elnöke jelleg. Nem olyan régen jöttem. Csak úgy tetszek minket megnézni. Igen. Na és milyen a Feri élőben? Még nagyobb, mi? Hát, hogy őszinte legyen. Na. Rosszabbra számít. Rosszabbak. Igen, nagyon jól néz ki. Rosszabbra tetszett számítani, tényleg? Ezt komolyan mondom. Komolyan. De mire gondolt? Sokkal erősebb. Mondja ki, nem erős, kövére. Igaz. És az a... Mert ez a két szemét állat ezt mondja 7 éve, hogy én milyen ekkora kövér gyerek. Hát, nem látszik innen, hogy hány kilós. Abszolút. Úgyhogy tényleg nagyon jól néz ki. Vedd le a pólót! Mármint te, akkor Feri. Azért hazamennének. Ferencem, hallod, téged néztek meg először. Imádnak. Pont olyanok, ahogy gondoltam, de önbe kellemesen csalódtam. Drága, és már megérte. Kellemesen csalódtam, sokkal lepukkantabbnak néz ki a képeken. Igen. Ilyen
hihetetlen, hogy ez a fotó mennyit csal. Legalább 10 évet fiatalodott élőben, Ferenc. Nagyon drága, köszönöm. És szívemből mondtam. Elmenjünk így pár százan egy picit arrébb, hogy kettesbe tudjanak maradni. Mi megdumáljuk, nyugi. Milyen itt a Békés Csabai élet, jó? Jó, jó, jó. Igen? Igen, igen. Hát nem olyan, mint Pest. Hát Pest az nem más. Nem a lányom, de nem mennék fel Pestre, semmi szín alatt. Én nem is megbántam már. Nem csodálom. Figyelj, 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 figyelj. Csak több lehetőség van ott, ez az igazság. Csak mondom egyébként közben, bocsánat, hogy hostess lányaink életük kockáztatásával megállították ezt a takarítógépet. Igen. Elé vetették magukat azért, hogy János egy kicsit dodzsemezhessen. Csak mondom egyébként a lányoknak, hogy mindent azért ne ajánljatok fel, amit én nem kapok meg tőletek, azt ő se kapja meg. Igen. Kérdés, hogy a lányok valójában mit ajánlottak tényleg, hogy vezethesd egy kicsit a dodzsemet, de szerintem ez egy elutasító választ kaptunk? Nem, igen. Nem, én láttam a bácsin, aha, hogy ő szigorú, egy ilyen Niki Lauda szigorúsággal vezeti ezt a gépet, és már el is robogott egyébként. Frigid! El is robogott a kis sárga szirénájával. Oda is kipörgeti a kereket, nagyon komoly gép pedig. Igen. Na jól van. Hogy áttakarít. Na legalább, mondjuk ez ebbe igazad van. El is indult szabad kígyós felé. Ki jött a legmesszebbről? Drága hallgatóink. Ki jött, ki az, aki 100-200-300 kilométert utazott? Jó. Ott. Itt a lányok, Feri, csak hogy mozogjál egy kicsit. Csak meghallgatjuk, hogy honnan jöttek. Nehogy visszahízzak. Gyerekek, Ferencet mozgatjuk azért. Itt nincs mese. Hello, lányok. Ciao. Mi csináltunk képet is. Sziasztok. Nagyon jó. Ez a hol? Balázsal is csináltam, nem emlékszel rám? Most itt az előbb. Hogy nem emlékezz? Hogy mindenki emlékszik, ami két perccel ezelőtt történt. Aranyhal memóriám van. Debrecen mellől érkeztünk, Bánkról, igen. Szóval 140-145 kilométerről. Azt a hát akkor te, akivel beszéltünk, akkor te voltál a messzebb, ugye? Igen, akkor nem rossz ez se. Már hajna 3-kor fent voltunk. Izgatott voltál? Hát nem, készülöttünk, és 4-kor indultunk. Nem, vizet melegítettek. Igen, vizet kellett hozni a kútról. Persze. Na és milyen vagyok élőben? Nagyon jó. Ja. Bejön? Tényleg? Tetszik? Ugye? Hát nem. Nézd, barátom van, nem. Jó, ha nem meg is érinthetek. Jó, ha nem lenne barátom. Most hát az embernek van barátja, persze, de azért lehetnek pajzán gondolatai. Tehát, hogy azért... Add ide a kis kezed, gyere, most olyat csinálunk, nézd, amiről mindig csak álmodtál. Ide jövünk. Na, gyere. Miért sikít? Gyere. Maradj, na, nem fog fájni. Láttad már a boxer a soját? Nem is láttad már a boxer a soját? De most mit gondoltál, hogy oda nyúlhatsz? Hát oda nem, oda még mi se nyúl. Egy rendes erkölcsös lány, tudod. Hogy kell szakítást úgy előidézni, hogy a lányzó nem tehet semmiről, tudod? A barátja már egy ilyen fenőkéssel elindult ide. Látom a képeket az Instán! Nem, nincs, dolgozik. Mit dolgozik? Biztonsági őr. Nem, heggesztő. Ajajajaj. Egy lábazatba fogja végezni, beheggesztő. Isten, végem lesz. Elásnak itt valahol engem. Na nem akarod? Akkor gyere vissza. Csókoltatunk. Hát sajnálatot pedig a Cerezét csempe szponzorája, a gatyája. Kicsit festékfoltos a gatyám. Na jól van, játszunk akkor egyet? Játszunk egyet így a megszólás végére. Melyiket szeretnél? Nem, játszunk le inkább hírek után. Jó, addig még kicsit fokozzuk az izgalmakat. Tényleg, mert itt is már tényleg az izgalmat. Miért, mit fogsz csinálni, lambadázni? kicsit táncolok még, igen. Megszólaltatunk még valakit, Feri, indulj el valamerre. Csak úgy menj, nézzük meg még. Ne haragudj, kivel beszélsz telefon? Barátommal. Aja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 j. Adrián. Ki tudod hangosítani? Adrián a barátod? Adrián, jó, siket vagyok. És mit mondtál éppen a barátodnak? Nem velem beszélnek. Ne tedd le. Ne gyere ide, ne bánt senki. Szia, Adrián. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Szia. Jó reggelt, hello. Várjál, hallasz bennünket? Éppen munkába tartok. Aha, tehát nem hallasz jól. Csókoltatunk, mondd meg neki, jó? Vagy add át az üzenetünket, bárhol is vagy, hall minket egyébként. Igen? Nem akarsz vele beszélni? Jó. Kivel? Akkor visszaadom a barátnődet, jó? Mit mondott éppen? Mit mondott? Miről beszél? Mit mondtál éppen? Üzleti dolgok. Oh! Üzleti dolog, aha. Uha. Közös bolt van? Nem. Mit csináltok? Hát egy megrendelést fog elintézni. És erről dumáltatok korra reggel. Üzletember a barátod? Üzletember? Nem. Üzletkötő egyébként, más aha, dolog. Üzletkötő. Jó van. Ne dumálja, Adrián, a barátnőddel beszélgetünk. Szemét van. Visszaadom, tessék. Visszaadjuk, csókoltatjuk őket, puszilunk. Na. Jól van. Na, akkor tartunk egy pici szünetet, jó? Aztán lejátszunk így majd. Így kell nagyon ízlésesen beletolakodni másnak a magánéletében. Ez gondolkodás nélkül. Így van, szétrólok vagyunk. Persze, ez a legjobb egyébként, amikor teljesen ártatlan úgy mész bele valaki magánéletébe, hogy utána szakítást idézel elő. Hányat csináltunk a Balázs Showban? Na,
Játszunk akkor egyet, jó? Tartunk egy pici szünetet, hogy Ákos elmondhassa a híreit, és akkor utána lejátszunk szerintem a csempés játékunkat. Van, aki lakást felújít, aki most úgy egyébként már ilyen burkol, vagy fürdőszobát csinál. 100 000 forint értékét. Szeretnénk mi lakást felújítani, de nem kerültünk be a játékba, hát Istenem. Hát még azt azért ne kiabál, de ha nem vagy pozitív, akkor nem is fogsz. Nagyon jó kis idegburkoló utalványt lehet nyerni 100 000 forint értékben, és mindig nagyon-nagyon jól szórakozunk. Igen, ti egy pár vagytok egyébként? Együtt laktok? Igen. Mióta tart a románc? Két éve lakunk. Két éve, de 4 éve vagyunk együtt. Nagyon jó. Két éve költöztetek össze. Meddig fog még tartani? Nagyon sokáig. Nagyon-nagyon sokáig. Két éve költöztünk össze, de már nagyon megbántam. Meg valaki egy ilyen őszinte lehetne már egyszer adásban, nem? De aki nagyon meg, mondja, rohadtul utálom az egészet. Arra a rohadt papír meg a frankitel. Hol ismerkedtetek meg? Őszintén? Fogalmad nincs. Kocsmába. De jó! Hogy érzem én ezeket, hogy erre mindig rá kell kérdezni? Ez romantikus. Komolyan mondom. Egy kocsmában? Pultos lány volt. Pultos lány voltál? Hát nem. Ja, hogy a pultos lányként dolgoztál. Hogy hívnál, bocsánat? Virág vagyok. Virág. És a párodat hogy hívják? Laci. De Laci mondta, hogy kérek egy nagy fröccsöt, és akkor mondta, hogy... Viszki kólát. És mondta, hogy ez szerelem első látása azonnal. És a következő mondat mi volt? Bekapcsolnád a villanydárcot. Villanydárc! És mit mondtál neki? Utána? Hát, menj el haza, mert már eléggé kész van. Tényleg? Te nagy, imádom. Keresem meg. És imádom. Ja, de ott te mondtad, hogy neked érdeklődésed van, tehát akkor már úgy elindult a kapcsolat. Így van, igen. Na jó, de... Lepattintottad? Le, simán. Hát jó, egy pultos lánya mindenki kikez, nem? Hát azért nehéz nektek. De mi ismerjük egymást, mert szerintem 10 éve. Körülbelül. Ó, komolyan, persze. Ez egy ilyen gyerekkori dolog, hogy... Nem. Akkor egymásról, hogy ő ki, meg én ki vagyok, és akkor így kialakult. Tudtad, hogy a konyakmeggyet szeretitek, a beterofkád. Igen. Megismersz meg, házslevelű, ugye? Másfél liter, aztán törlés. És esküvő? Hogy állunk az esküvővel? Rágják a fülemet. Kicsoda? Anyós. Anyós, le nem száll az anyós róluk, agudja fáját. Milyen esküvőt szeretnél egyébként? Nem te, hanem... Te hát, mi? Na, a gyerek mezitlábas legelik tartóst. Mezitlábas. Így, egy ilyen belemerülős, ilyen nagyon, nagyon, olyan, mint a hétvégig szokott. Tudom, amikor éjjel egykor Demjér Rózsira vonatoztak. Igen. És mindenki ilyen zöld zakóba van. Tudom, azt ismerem egyébként. De az egyébként tényleg jó. Zöld zakó. Telesport. Zöld telesport, és még rajta van a márka jelzés. Igen. Szóval ilyen mennyasszony szöktetős, nagy, 100 fős, nagy buli? Nagy buli. Az több, jó? Több száz fő? A nagy a baráti társaság. Hát akkor azt meg kell csinálni. És mi az oka, hogy még nem sikerült rávenni? Ellenáll? Ne engem kérdezz. Mi az oka? Ne állj ellen. Figyelj, tényleg én is sokáig ellenálltam. Hamarabb szabadulsz. Jó buli. Sok papírmunka. Micsoda? Mire gondolsz? Az ültetésrendre? Hát azt úgyis megcsinálják a lányok. Hát az nincs baj. Ide, apád. Nem, jó buli egyébként jó tényleg. Jó az. Figyelj, este 8-ra már berúgsz, utána már nem így is emlékszel semmire. Hajnal 3-kor tömni magadba az orosz krémtortát töltött káposztával. Az egy, a torta meleg, a káposzta hideg. Jó az. És ilyen nagy fehér habos-babos ruhába? Nem. Olyan, nem tudom. Gondolkoztunk már rajta, de még nincs meg az elképzelés. Még nincs meg. Nincs. Most hát már még nem adták meg a lehetőséget, hogy elképzeljem. Képzelődni lehet? Hát. De még nem kellett megvalósítani. És a szülőd, anyukád, apukád mennyire nyomasztja egyébként a párodat, hogy jó lenne? Semmennyire. Nincs nyomasztás? Nincs. Vedd már el ezt a szép lányt, el ne legyél már annyira. Nincs ilyen, mert azért a szülők hajlamosak azért néha nyomasztani. Nem, ők kimaradnak ebből, ránk adják a dolgokat. Meg se hívjátok őket az esküvőre? De. Ja, azt hittem. Csak hamar menjenek haza. Hogy hamar jól érezzük magunkat, mi is után. Na, beljebb vagy a karácsonyi meghívással ezzel a mondattal, hogy csak hamar menjenek haza. Ezt most hallották, milyen jó lesz a vasárnapi evéd most nálatok majd, mikor ez hogy elsevedd. Jó dolog, figyelj, hidd el, én mint pasi a pasinak tudok neked egy tanácsot adni. Hamarabb túl vagy rajta, ez az egyik. Kettő, egyébként tényleg jó buli. Én is sokáig ellenálltam, és aztán rájöttem, hogy jó buli. Ott van mindenki, akit szeret, eztek, isztok, tök jó, nem kell tőle félni. Utána meg a papírt elrejted egy fiókba, és aztán megpróbálsz nem rá gondolni. Tehát, hogy egy jó, maga az esküvő, az egy jó buli. Ami utána jön, az már sokkal szomorúbb. Úgyhogy... És még egy jó tanács, beszélt. És még egy jó tanács, ha közben rágondolsz, nem megcsolás. Ezzel megyünk el a hírekre, sok boldogságot kívánunk nektek, jó? Köszönjük szépen. Na, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk mindjárt a játékkal. Egymáshoz szoktuk, hogy az életemnek
mászik alá, autót szerelmet, titkos hibáit, csak ő tudja, sose lesz már annyira durva, sose lesz már annyira durva. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Csokor a kézben, Zseni. Ezt, ha te választottad, Zseni. Beraktunk egy dalt. Isten. Beraktunk egy dalt. Köszönjük. Mindenkinek, aki készül a házasságra, és aki már házasságban él. Ezt a dalt? Igen, csak rövid részletek belőle, ugyanaz a bugyi marad örökre, tehát, hogy csokor a kézben. Ez egy szép történet. Nagyon szépen köszönjük. A szövegét érdemes az Ülőjúti fák dalának még egyszer részletesen kielemezni. Nekem évek kellett, mire leesett, hogy ők miről énekelnek, de aztán átéreztem. Nekem most teljesen. És még mondtam is neked itt a dalat, hogy nem érted teljesen a szöveget, mert ugye itt azért van egy kis hangzavar. Így üljetek le ketten, és hallgassátok meg újra. Nagyon jó. Meghoztuk a kedvet az esküvőhöz? Hm? Nagyon. Szegénykém, ugye? Összetörtünk egy álmot, nem? Most már csak a bögrét kéne, hogy abból tudjunk majd. Persze. Jó lenne, Bali, a farmerodat is levennéd, és kidobnád. Na, mit mond órát fogunk játszani először, mert hogy ilyenkor mindig játszunk, csak mondjuk egyébként, hogy egy romantikus szállodába lehet még egy wellness hétvégét nyerni. Egy wellness hétvégét nyerni. Ha azért tartod így, hogy én mondjam ki, mert hogy olvassam el, akkor nem kell, nem. Nem kell. Ez János privilégium, de nem kell, mert annyiszor elmondtuk már ott, hogy már így is komolyan mondom, lassan bennünket is meghívhatnak. Hm? Igen, csak minden helyszínen másik hotel van. Ja? Tényleg? Jó, egy jó hotelba. Na, hát én nem mondom ki, hát nekem ezért külön nem fizetnek. Ki az, aki játszana mit mond órát egyébként, és szeretne egy, hát már annyit voltatok adásban, most hát, még küldjük el benne. Tessék? Hát akkor mi mennénk el a hotelba, hát hamarabb igen mondasz arra az esküvőre, mi? Ki tud nyomósabb érvet, mint hogy egy hamarosan összeházasodó ifjú pár. Menjen ez egy romantikus hétvége, igen, szóval ez egy romantikus érte. Hétvége. Egy nagyon jövök. Romantikus hétvége. Házassági évforduló? Június 6-a, de belefér. Június 6-a. Hát azért az, igen, mondjuk aki házas, az bárki mondhatja ezt, hogy lesz majd valamikor. De tényleg. Tudjuk meg, hogy hányadik, hogy mennyire szomorú a történet. 14. Jézus Isten! Atya Isten, ők menjenek! Már rájuk férzeti gyásznapot azonnal! 14. 14, igen. És milyen jó? 14? Nagyon jó. Komolyan? Mi a hosszú házasság titka? Hm? Egy jó feleség. Meg apa külföldön dolgozik. Nem. Egy szerető, aki tud titkot tartani. Nincsen. Igen? 14 éve együtt? 14. Hát 15 éve vagyunk együtt, de 14 év házasság. Hát egy gyerekkori kapcsolat ez, nem szinte? Igen. Első igen. Nagy szerelem? Igen. Pedig általában azért az hamar elhal. Már úgy értem, hogy abban nem szokott szerelem vagy a házasság lenni, az ember utána még tovább lép. És hol a pár? Ő dolgozik. Hallgat minket, de dolgozik. Otthon van kipeckelt szája, nem engedjük ki. És hol a vállalhatatlan. Igen. És hol a pár idegi szörrepanással van most éppen egy szanatórium. Igen, gyógykezelésem van, igen. És akkor két gyermek szintén? Igen. A súlyemelő gyermek az, akiről beszélünk. Igen, így van, melózik sokat. Igen. Jól van, figyelj, hát én azt gondolom, hogy 14 év házasság után játszhattok egyet, hát szóval ez belefér. Mennyire tudtok elmenni egy romantikus hétvégére? Simán. Jöhetnek ők is? Romantikus, érted? Romantikus. Hát hol romantikus a gyerekkel? Hát, már nagyon, mekkorák már? 8 és 10. 8 és 10, ó. Meg tudjuk oldani, persze. Igen. Elengeditek az ősöket bulizni? Oh, igen. Csak mennének már most azon. Igen, végre ne legyenek itthon. Nagyszülők, bárki, akinek le lehet adni. Persze, meg tudjuk oldani. Jó van, vajas kenyeret tudnak enni a gyerekek. Így van, a mikrót ismerik. Ennyi, el lesznek persze. Nagy a kert, tudnak játszani. Nem, mert tényleg egy romantikus hétvégére azért úgy jó elmenni, hogy az ember csak a párjával, és akkor rózságyba feküdni. Kihasználni, dzsakuzizni, meg nem tudom, éjszakai fürdőzni. 14 év után igen, de 20 év után a legromantikusabb hétvége az egy szobában történik az ország másik végében. Édesem, igen, gyönyörű volt a hétvége. Na jó, oké, megmutatjuk akkor, hogy mi a feladvány. Mit szoktunk ilyenkor mutatni? Ja, még ilyenkor választani lehet, ugye? Csak igen. Én most kint állok az üvegstúdió előtt, és nincs előttem a monitor, úgyhogy... Szólásmondás biztos, hogy van még. Szólásmondás biztos, hogy van. Kérdés, hogy Zsűl be tudja adni. Híres ember szerintem van még. Ez a kettő van még. Szólásmondás és híres ember. Híres ember az magyar?
Nincs előtte. Nem Barkóban. Mit mondok? Oké, legyen a szólásmondás. Legyen a szólásmondás. Legyen. Jó, legyen a szólásmondás. Jó van. Oké, okay, gyermek. De segítsetek. Gyermek konstatálta anyuka döntését. Nem áll. Finoman fölülbíráltuk anyut. Jó, én ezt most nem tudom elindítani, de szerintem Zsüle a stúdióval el tudja indítani, úgyhogy figyelj, jó. Így szól a szólásmondás. Jó, indítjuk az órát, figyelj. Szereti ezt a színját. Visszafelé beszélünk. Művész hevére faszi. Hotájálat, életfeszívben a mi. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Hívják a játékosunkat? Erna. Jézusom, de szockós. Sok szeretettel köszöntjük adásba. Ernát, már is itt vagyunk. Na mutatjuk akkor, jó? Köszi. Szólásmondás, figyelj ide. Lek ődi zoháknum oly. Jézus. Most duplán hallottuk. Az, igen, a fülesbe szerintem, de kifele csak egyszer, nem? Mutatjuk még egyszer, figyelj. Lek ődi zoháknum oly. Aha. Oly. Jó. Ebből jó, nem lesz, igen. Lesz hétvége. Igen. Mondd, hogy jó tett helyébe, jót vált. Jó tett helyébe, jót vált. Az volt az. Rohadtul nem az. Igen. Annyira nem az, hogy az el nem tudom mondani. Nem, vagy jó papok. Várjál, megfejtjük. Mutasd még egyszer, Zsű. Most elegyünk megfejtjük, mert mi se tudjuk. Jó munkához idő kell. Várjál, ne találgassunk. Jó pap is volt itt alul. Jó munkához. Jobb majd csúzom. Jobb majd két kolbász volna. Jó légy, mint halálig. Na várjál, megmutatjuk még egyszer. Lek ődi. Zoháknum oly. Jó munkához idő kell. Zsűr, ez az? Nyomj egy tapsot, ha igen? Jó munkához idő kell. Oh, az, és tudja azt a mindenit neki. Na. Na kérem. Ez egy szegedi wellness hotel, ahogy látom. Kitűnő. Egy szegedi wellness hotel. Most azért, mert nem te nyertél, nem kell elmenni. Nézd meg, ahogy meghallottam, igen. Sarkon fordult elmenni. Egy cofos lány mondta, hogy hát ez a Balázs tényleg olyan bunkó, ahogy az interneten láttam. Ezért szétrolkodom az oldalukat. Igen. Érezzétek jól magatokat. Köszönjük jó? Szépen. Puszi, köszönjük szépen. Szabadság anyáik nélkül két a fölül. Nem. Édesen nagyon cuki. Nagyon cuki vagy. Igen. Na jó, hát ígérgettük ezt a csempés játékot, de tényleg ez olyan, mint a messiás, hogy soha nem jön el. De lejátszunk, gyerekek, ez a játékhatárok nélkül sehol nincs ez a játékhoz. Komolyan mondom. Tehát, hogy ez elképesztő. 100 000 forintos nyereményért fogunk nem sokára harcolni. Ki kell bennünket rakni. Engem picit nehéz, mert nagy az arcom, és nem fér föl egyébként. A tükör mellé. Hozzám meg nagyító kell. Igen. De nem sokára játszunk, jó? Elégedettek vagytok eddig velünk, jó? Jó? Jó a mulatság? Jó van. Na, akkor elmegyünk. Nézzetek rá egy picit, nem mertek felnézni. Igen, ő az. Jó, az előbb próbáltuk megérintetni, és azt se engedtétek. Tessék? Hogyne, persze, lehetne, jövök mindjárt. Majd bemegy a stúdióba. Elmegyünk egy picit hírezni, jó? Aztán jövünk még a csempés játékkal. Nézem, hogy mennyi az idő. 5 perc van pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Nagy állomásunk. Békés Csabán. Ahogy már 7 éve, minden tavasszal, idén is útra keltünk. Tarts velünk mind az 5 állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben bajban füröztünk. Sajnáltuk a Békés Csabán. Békés Csabán. És pénteken pedig Kazincbarcika. Kazincbarcika. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Békés Csabáról, a Szent István térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, zajlik a roadshow-nk, az utolsó előtti állomáson vagyunk, Békés Csabán, a Szent István téren, az Andrássy út felüli részén, ha valaki esetleg keresne bennünket, bár erre legyünk őszintén, elég kicsi az esély. Mi, hogy keres bennünket valaki? Hát, hogy valaki nem talál meg ugye a Szent István téren, tehát ahhoz azért tényleg nagyon
hogy is mondjam, minek kell lenni, hogy ne találjanak meg bennünket itt Békés Csabán. Azt mondja, hogy 46-os számú főútja menőd utáni híd alól mérnek a rendőrök a 60-as táblánál. És Válivölgyi pihenőnél az M7-esen baleset miatt alakul a dugó, kamion felborul, teljes út zár lesz. Tehát az M7-es Válivölgyi pihenőnél. Azt nem tudom csak, hogy ez melyik irányban van. Azt, hogy Balaton felé, M7-es, tedd le a pálinkámat közt. M7-es baleset Válivölgyi pihenő Balaton felé. Lezárták az M7-est, úgyhogy próbáljatok kerülni. Jó? Ráadásul, igen, ez a 36-os kilométernél van Székesfehérvár felé, egy kis terautó fekszik az oldalán. Ez lehet, hogy ugyanaz. Remélem. Na, ez nem jó hír mindenféleképpen, viszont dugula az M7-es. Instagramunkon vadonatúj friss gépek és képek vannak a roadshowról. Felraktuk a mi hostess lányunkat is, akit nagyon sokan kértek, ugye, mert nagyon erotikusan tudta mondani ezt a 4 deci tegnap, úgyhogy fent van az Instagramon, de a Facebookunkon is nagyon sok új kép van természetesen. Így van. Nálam most egyébként csengő hang a telefonomon. Csak mondom, micsoda? De pénteken letörlem, amikor hazaindulok. Ja. Ma még ezt meghallgathatjuk. Ma még meghallgathatjuk. Na, gyorsan játsszuk le a csempézős játékunkat. Megyek is. Ami ugye egy 100.000 forintos hidegburkolói utalványt rejt magába valaki megnyeri, és hát itt apró kicsi mozaikokból kell először bennünket összerakni, ragasztót vinni a falra, és utána kirakni valamelyikünket, akit a játékos választ. Száguldó riporterünk Rákóczi Ferenc a helyszínen, már is kapcsoljuk. 2 percben, tessék. Csak 2. Hát annyi idő alatt nem lehet megcsinálni. Gyertek, ki a játékos? Ti vagytok az egyik? Hát veletek hol találkoztam? Tegnap a Békés Csabai strandon. A strandfürdőben. Kimentél a strandra? Igen, megnéztem, hogy hogy áll. De már elindult a szezon? Itt mindig szezon van, a Békés Csabai strandon viccelsz, mindig van lángos, mindig van víz és pálinka, hát most és ennyi. De most már hátul másztál be. Nem, persze átmásztam a kerítés és beleestem a medencébe, és kifröccsent a víz. És kifeküdtél egy kicsit napozni? Úsztam egyet. És amikor kimentél a partra, nem tettek rád vízes lepedőt? De meg akkor vissza kellett pótolni azt a vizet, amit kiszorítottam. És rögtön a felítestét körbe kordonozta a Greenpeace. Igen. Mentsétek meg végben. Tegyetek rá vízes lepedőt, tegyetek slagot a szájába. Itt van, Mili. Kereszt neved? Tibor. És a tiéd? Marci. Tibor, egy Marci. Pár? Igen. Jaj, gyerekesek vagytok. Burkoltatok már hideg? Nem még. És meleg? Van esetleg lakásfelújítás, bármi, ami most a küszöbben van, és jó lenne ez? Igen, lesz, majd most folyamatban van. Mit újítotok? Majd a fürdőszobát. Pont a fürdőszobát. Hát az pont jó lesz akkor. Kiváló. Pont jól jön. Ugye erre hajtunk, mindenképpen szeretnénk. Jól van. Jó. Ki az ellenfél? Tibor, ki a másik csapat? Itt a másik csapat, a másik oldala? Oh. Hogy kitaláltam el? Oh. Hello. Hogy hívnak? Barbie. Hédi. Jó, Barbie akkor csak azért, hogy ne keverjük össze, Tibor 1, Tibor 2. Szintén felújítás? Igen. Fürdőszoba? De most mit ti együtt laktok? Ugyanaz a fürdőszoba? Nem, barátnők vagyunk. Aha. Kié lesz a 100 000-es utalvány, ha viszitek? Nem, miénk. Ja, az megvan, jó. De jó, egymáshoz jártok majd zuhanyozni? Persze. Aha, jó van. Mondjuk ez olyan minőségi csempő, hogy ez még a Napoliba is jól mutatna. Esza, figyelj, de itt most a ragasztót kell dicsérni, ja, nem a csempő. És a ragasztó, ez a ragasztó. Miben reménykedsz, János, hogy mire hazaérsz, vár rád 100 kiló csempe ragasztó a házad előtt? Szereti. Na. 150-ben kávé, de... Kit választottok? Ugye van egy olyan kép, ahol hárman vagyunk együtt, és van mindenkiről egy személyes kép. Mi van? Csak a hármas van? A közös? Csak a hármas? Elfogyott Istenem. A többi. Nem, már ez Jani hazavitte ugye a többit, mert mondta, hogy ő szeretné kicsempézni az edzőtermét veled. Ezen az a Tavászi Csabiban. Jó, akkor tessék. Kezdjük el rakni, jó? Mert még a Széltalást is hívnunk kell. Gyertek, akkor 3, 2! Ne kezd még el. 1, rajta! Tessék! Hajrá! Tessék! Tényleg egyébként hárman vagyunk rajta, mert én a csempét vettem fel, ami egy nagyon drága farmer volt. Biztos nem az enyém. Már szponzorgatja volt. Az van egyébként, hogy szponzorgatja volt a fotózásra, tudom. Megpróbáltad hazavinni, csak észrevették és visszakérték a fotózás után. Aha, sponsor Italian Fashion. Le is ugrott rólad. Nem, az a Balázs teste, azt vedd ki alólam, a Balázs teste. Az én oldalamon a lányok már gyakorlatilag kirakták a csempét, ugye? Most bírkoznak a csemperagasztónak a levágásával. Leharapjam? Hát, megkérdítjük. Nincs meg a rutin, ahogy látom, nincs meg a rutin. Jó, igen. Ez szerintem egyébként így többé-kevésbé megvan. Gyerünk a kinyomóba, bele kéne tenni, gyerekek, hát azaz. Minden idők leglassabb csapatait látjuk egyébként itt Békés Csabán. Úgy vagytok, tényleg vagytok. Nem akarlak túl dicsérni benneteket, mert fölösleges lenne enni. A tegnapi lányok is ügyesebbek voltak. Jobbra nyit és balra zár.
lehullott a csempéje. Okay. Feri, csak hogy tudósítsunk, fölkerült-e már semmi, egy ragasztófal? Hát ezt most semmi? Mondom el, a minden időt, hogy két leglassabb csapata, még a ragasztó se sikerült érted kibontaniuk, hát pont ezt mondom, hogy a lányok, nem is tudom, Hódmezővásárhelyen, vagy hol voltunk, ahol estek le a csempék. A na lányok végre. Nagyon ügyesek. Egyébként Jani feje mondom, fönn van, egy csempe, ennyi. Engem a nász éjszakánkon nem csomagoltak ilyen ellánnal, mint ahogy ők kenik itt a cuccot. Pedig alufóliába voltál tekerve. Így van. És volt mellettem néhány szelet paradicsom és hagyma itt. Istenem. Aha. A lányok egy nagyon érdekes technikával. Oda, így. Jó miatt. Hát gyerekem, jó lesz az, jó lesz az, csak megragadjon. Egyébként megragad. A lányok nagyon érdekes technikával dolgoznak, mert hogy ők nem a falra kenik a ragasztót, hanem a csempéknek a hátuljára. Jézus Istenem, gyerekem. Mint ha magamat láttam. Alapvető kér ki. Megvagyunk! Egy nagy tapsot kérünk szépen! Jaj, lányok, az a baj, hogy nem, mondjuk nem jól, de mindegy. Elfogadjuk. Pont mondani akartam, hogy mintha magamat látnám, mert hogy engem raktak ki elsőnek, de addigra már befejezték itt a másik oldalon. Én nem tudom, hogy hogy csináljátok, gyakoroltatok otthon? Nem, ez volt az első. Zseniálisak vagytok. Te félvál, belóg, aha. De nekem tetszik így. Aha. Szószó, mert hogy ezen az oldalon vagyok egyébként. Ja, az úgy jó. Ez így jobb kompozíció. És rám bólintott a férje, de ez így jó. Szóltál valamit, kisfiú. Na jól van, átadtuk akkor az ajándékot? Átadtuk. Jól van, gratulálunk. Gratulunk, egy 100 ezer font értékű cerezit hidegburkolási termékutalvány. Köszönjük szépen. Nagyon ügyesen használjátok egészséggel. Szóval itt a másik oldalon is azért kérnénk szépen egy-egy ajándékcsomagot, mert hogy természetesen a vigazdíja az jár, és a lányok nagyon aranyosak voltak, mert nem azt mondták, hogy jó van, akkor ide se jövünk többet, hanem kirakták. Vagy azt hiszem azt mondták, hogy úgyis csak a bögréért jöttünk. Igen, nem kell mások. Gratulálunk azért, nagyon ügyesek voltatok. Sziasztok. Nem. Ja, de hogy nem. Na, meg volt a fotó, János? Meg volt. Adod a magad, adod a magad. Na. Ezt nekünk hoztál, Dedre. Csinálhatunk egy fotót. Csinálhatunk egy fotót. Jaj, de jó. Sütit hozott, úgyhogy neked kell fotózkodni. Aha, sütit hoztál? Én csak a kolbászosokkal fotózkodom. Semmit nem hoztál? Ja, kávét hoztál, drága vagy, semmit nem hoztál. Semmit nem hoztál. Mindenki hozott valamit egyébként, mindenki nagyon kedves, nem fogjuk tudni mindenkinek külön-külön megköszönni természetesen adásban. De hogy ettől függetlenül nagyon-nagyon jó fejek vagytok, tényleg. Főleg a polgármester úr. Tényleg, köszönjük szépen. Na, a pálinkát meg a bort. Aha, is, nem véletlenül mondtuk egyébként a polgármester úrnak a nevét, mert egy titkon abban bízunk, hogy a polgármester úrnak van ráhatása arra, hogy azt a kis takarítógépet azt elrabolhassuk egy pár percre. Álma, ez az álma. Megpróbáljuk meggyőzni, igen, hogy szóljon rá a sáfiőrre, hogy jöjjön vissza, álljon meg, és János, hadd vezesse ezt a kis gépjárművet. Igen. Hadd vezesse. Na, rögtön megszólaltatjuk, csak 8 óra 20-ra van egy lebeszélt interjúm, ugyanis hát szerintem sokan hallottátok már, drága hallgatók. Igen, hogy és nagyon örülünk neki. És nagyon örülünk neki, igen, hogy a Szakács Olimpia európai döntőjét, a Bocuse d'Or versenyét, ugye Szél Tamás megnyerte. Hát ez egy óriási dolog, hogy magyar nyertes van, gyerekek. Hey! A Bocuse d'Or, Szél Tamás. Szakács Olimpia európai döntőjét, kérem szépen, hát ez egy óriási eredmény Magyarországnak, a magyar gasztronómiának, Tamásnak és csapatának, úgyhogy megpróbáljuk Tamást elérni, csak hogy egy röpke néhány perc erejéig gratuláljuk neki, mert azért ez egy tényleg nagyon nagy dolog. Micsoda őrület volt a verseny körül, tehát a magyarok tűzoltózenekarral érkeztek, drukkoltak, kiabáltak, elképesztő. Megtanultunk szurkolni egy kicsit, egy dolgot felejtettünk el, hogy szurkoljunk úgy, hogy ne tegyük tönkre a Szél Tamás versenyét. Aha. Tehát volt, aki konkrétan elkezdte őt rángatni, ahogy ők ugye ilyen kis boxokban főztek, és valaki azt mondja, hogy a kócsáig, vagy valameddig ő benyúlt, és elkezdte rángatni, jaj, jók vagytok. Igen, mondom, kört, kereplőt, meg néhány szurkoló berohant a pályára. Igen, ugye és van egy kis, a bírókkal. Amit Feri is mondta, hogy van egy kis box, ahol főzhet, ahova már elvileg nem mehetnek be a rajongók. Hát ott egy rossz mozdulat, és vége a tányérodnak, és kész. Nem, hogy tehát, hogy sehova nem kerülsz. Na most néhány elvetemült rajongó tényleg, tehát lovacskázott Szegély Tamás. Tomi, aláírnád nekem ezt a kígyó burkát? Faragd már bele a nevet, haver. Tehát, hogy ő volt utcaján. Igen, és valahogy elképesztő koncentrációval ő egyébként ezt az egészet ki tudta zárni, és hát megnyerte. Megnyerte ő és a csapata, ugye hát azért többen vannak, de ez egy óriási eredmény, úgyhogy próbáljuk hívni. Azt képzeljétek el, mert ugye mindenki azt mondja, hogy ezek a hát jó, ez egy ilyen szakácsverseny, főzni kell valamit. Hát nem nagy egészen ügy. Így van a dolog. Tehát azt képzeld el, hogy mondjuk ha valami hasonlatot kell mondani, akkor egy kártyavárat kell fölépítened itt a téren, úgy, hogy a viharos a szél,
mások is olyan 8 csapat épít, és gyakorlatilag minden egyes kártyát ezred milliméter pontosan kell a helyére tenni. Tehát ez a bokuszdor az ez. Ha egy kártya egy kicsit allébb lóg, akkor azt mondja a tisztelt zsűri, hogy nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk, igen, hogy egy éve erre készülnek, majd próbálják meg jövőre. Igen. Szél Tamás itt van a vonalban. Hello Tamás, jó reggelt kívánunk! Ciao. Ügyes vagy te gyerek! Hello! Gratulálunk, csak itt tovább zene. Hogy így van, hittünk benned, jó volt. Hello Tamás, hát többször beszéltünk már mi adásban. Ez egy óriási dolog, gratulálunk a Morning Show nevében. Neked, a csapatnak, mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a sikerhez. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, és tényleg nagyon örülök, és tényleg a Fonberg Fügyi Egyesületekkel, Szabó Kevin, Szuló Szabina, tehát a csapattagjának, tehát nagyon-nagyon büszke vagyok, és hát egy hatalmas öröm nekik, és hát gyakorlatilag mi most is azt hiszük, hogy álmodunk, de nem. Tehát ez hál' Istennek, ez így ilyen nagyon-nagyon jól sikerült, úgyhogy tök boldogok vagyunk. Azt lehetett látni, amikor bejelentették, ugye Norvégia a második, Svédország a harmadik, akkor így mondtál egy halkimát, hogy na jó van, oké, köszönjük szépen, hát akkor biztos, hogy Dániel húzza. Hát, volt egy ilyen lemondó legyintés igazából, hogy te akkor azt úgy temetni kezdted. Hát ez igen, lehet, hogy kívülről így nézett ki, de igazából ilyenkor azt beszéltük, hogy basszus, tehát hogy nekünk kell nyerni. Tényleg ez jött, igen, ez volt, hogy akkor ezt meg kell nyerni. Fél, amikor viszont azt, én most néztem meg egy videó bejátszást, a Jókuti üvölt, mint az állat, hogy Szél Tamás, akkor viszont az történik, hogy a Tomi így elkezd rendet rakni az asztalon. Szóval, hogy te akkor azt elhitted, hát, hogy te megnyerted? A pedantéria. Te óriási vagy, azt nézd vissza azt a videót, ott a Jókuti teljes transzban, érted, üvölt az est egyik házigazdája, Mautner Zsófi mellett, üvölt, mint az állat, érted, Tomika meg így lenéz, azt mondja, nézd már, hát itt csak le kéne törölni. Itt maradt a kecsegének a izéje. A csuka, nézd, csukás az asztal. Óriási vagy. Megfogta a csuka. Mikor hitted el, hogy sikerült? Ott leesett, vagy ezt így este föl kell még dolgozni az ilyet? Én azt gondolom, hogy nekünk le. Tehát fölfogtam. Tehát nem érzem azt, hogy hú, rösznek kell nekem pár nap, hogy ezt fölfogjam, mert ugyanis. Tehát amikor vége volt a versenynek, illetve a verseny közben is, hát azt éreztük, hogy az a konyhai munka, tehát egy nagyon-nagyon összeszedett, professzionális, tényleg egy nagyon-nagyon jó kocsolt konyhai munkát tudtunk csinálni. Most ez külső szemmel ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez alap, hogy tisztán és rendben és higgadtan dolgoztunk, de az, hogy ez egy olyan verseny, ami nagy koncentrációt igényel, ugye ez részünkről is megvolt, de az, hogy mi azért képesek voltunk le is kommunikálni a versenybírákkal is, tehát gondolom láthatták rajtunk azt is, hogy maga biztosan is jó kezdet csináljuk az ötcsen, és a konyhai munka az nagyon-nagyon-nagyon sokat nyom alatba, és vége volt, és tényleg a franciák, tehát kiadtuk a hústálat, visszamentünk a tálásba, és tényleg az összes francia komité, tehát ezek a gyilkos konyhai bírák, tehát ugye ez egy francia versenyt fegezzük le, és gyakorlatilag lögzösték egymást, hogy szeret húst a maradékból, meg szót, hogyha csak hagy kóstolják meg, tehát de akkor tudtuk azt, hogy basszus, tehát hogy ez nagyon-nagyon ott volt. A vad, nem, a vad nem, lett a legerősebb? Nem láttam a megosztott pontszámokat. Itt nem, valószínűleg mind a kettő nagyon erős volt, ugyanis azt már láttam az összesített pontszámok alapján, hogy az oké, hogy megnyertük, tehát tök jó minden, de 53 pontot vertünk rá a totál, tehát a második helyre. Nagyon komoly. Tehát ez azt jelenti, hogy... A sok segíts nekünk, tehát az a nyilván semmilyen több. Azt próbálom vezetni, hogy a vízre ugye a zsűritagonként ugye 60 pont adható, 20 pont kapható, a konyhai munkára is még 20 pont kapható, így ami így összefoglalja nagyjából, hogy a nemzeti megjelenés, illetve a alapanyagnak a bemutatása, stb. És az 53 pont, ez hogyha levetítjük zsűritagonként, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ponttal minden zsűritag úgy pontozott, hogy nála elsők lehetünk statisztikailag. Lehet, hogy voltunk másodikok egy-két zsűrinél, de az 53 pont az nagyon-nagyon sok. Tehát amikor én zsűriztem ilyen magyar szakácsversenyeken, akkor gyakorlatilag képet lehet kapni arról a versenymunkákról, és általában mindig akkor ilyen egy-két ponttal vannak a különbségek így a egyes és a második és a harmadik helyzetek között. Én egyébként laikus szemmel nézve ezt a versenyt, én mindig azon ámulok el, hogy tényleg, hogy neked milyen habitusod van, és szerintem a te habitusod az egyik kulcsa a sikernek. Tehát egy annyira hidegvérű vagy, annyira kiegyensúlyozott, hogy például a Feri szerintem képtelen lenne ezen a versenyen. Több oka is, igen, hogy nem tudok. Egyrészt ugye a szakmai tudás hiánya. De nem,
én nem erre gondoltam, hogy alapvetően hogy a kettőtök között például az a habitusbeli különbség, mondjuk a Feri nyilván az első kis hibánál már üvölten, hogy Julien, te gyökér! És meg is verném a frigyet. És hozzávágná a kecsegét a földhöz. Feri, az a hal nem tehet semmiről, nem áll. Igen. És verni az asztalhoz a halnak a fejét. Ez neked kecsege! Ez! Tehát, hogy te meg egyszerűen nem tudsz kitérni úgymond a hitedből. Egyszerűen nem hagyod magad kizökkenteni. Mit csinálsz? Jógázol? Nem, ez az igazság, hogy én nem nagy képviselő, de így születtem. Tehát Mondd, Tamás, abszolút, én ismerem ezt az életérzést. Ez a tehetség egy ösztönös dolog, ez belül is jön, abszolút. Nekem van egy ilyen hidegvérem, főt, hogyha ilyen különböző ilyen vicces internetes teszteket csinálgatnék, akkor papírforma szerintem egy pszichopata is lehetek akár. Tehát én ezeket én bírom ezeket a dolgokat, és egyébként ez a fajta képesség, ez azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag az egyik kulcs. Mert beszéltünk itt a több évtizedes múltra rendelkező több nyertes vagy dobogós kitermelő skandináv országokról, akik nagyon felkészítek, és nagyon-nagyon jó kreatív ételt tudnak kitalálni, és finomat, ami a legfontosabb. De az, hogy gyakorlatilag most láttak a versenybírák, azt hallottam vissza, tehát hogy volt nem egy nem két skandináv ország, de gyakorlatilag az utolsó egy órában pont azt, hogy mentálisan elfogyott, és kétyúzta. A magyar rajongók se könnyítették meg a dolgodat, tehát az, hogy tűzoltó zenekarral érkezek, az egy nagyon helyes dolog, de azért, amikor bementek a boxotokba, és konkrétan finoman arrébb tettek, hogy hagyd nézzem már meg az uborkát, Tamáska, menj már kicsit arrébb. Azért ahhoz tényleg kell egyfajta idegrendszer, hogy az ember ezt ne zökkentse ki. Már csiholták a görög tüzet, tudod, a lelátót. Alig várták, hogy berohanjon. Hogy berohantak a boxotokba is szinte. Tehát azért ez tényleg idegrendszer kérdése. Nem egészen én nézik, tehát azért a box az nagyon-nagyon jól van bírt, de azt kell tudni, hogy a box előtt van egy felfestett, nem felfestett, hogy tulajdonképpen egy spandószínekből megoldott. Akra mező nyomsáv, német juhászkutyát. Igen, és ugye ott áll velünk szemben a coach, és azon a vonalon belül gyakorlatilag senki nem jöhet be. Na most ugye ez a coachnak a szabályzatban is benne van a feladat, tehát a feladat körébe, hogy ott a látogatókat és a sajtót tartsa távol a boxtól, amennyire csak lehet. És ez hát Magyarországon, ez tegnap, ez gyakorlatilag olyan szintű érdeklődés volt a sajtó részéről, hogy gyakorlatilag a Fonbercit, a coachot gyakorlatilag belökték a boxból, de hát ő hárított. És hát igen, ennyi volt egyébként, tehát hogy volt valamilyen ilyen selfie-botos kamerát, valaki pont bedugott és meglökte a könyököm. Csak hogy meglegyen a selfie, nagyon fontos. Neked elment a hústálad, érted, de nem baj, megvolt a selfie. Na, és akkor volt egy olyan pont, tehát amikor fapofával, tehát itt kiszóltam neki, hogy figyelj, mondom, még egyszer hozzám, én mondom, letöröm. És akkor utána nem csináltak. Utána nem. És ugye a másik, hogy délben, mikor ugye nagyjából elkezdődik a zsűrizés, meg a kóstolás, meg akkor kitessékelnek mindenkit, tehát akkor csak a szakma meg, aki tényleg a verseny lebonyolítása felős, tehát a zsűri van ott, és akkor már kaptunk levegőt is. Tehát a zsűrizésnél kiterelik a szurkolókat a belga rendőrök. Igen. Tehát elsősorban itt a sajtó és a képest, tehát ez egy ilyen VIP rész, tehát tényleg csak azok jöhetnek, akik nagyon-nagyon közelek, tehát akik tényleg a versenyzők akreditálnak. Tehát nekem ismeret a csapatunk is volt 4-4 fő, akit lehet akreditálni, és akkor tehát azok, akik oda bekerülnek, azok nem ez a típusú, a sajtó. A sajtó, bocsánat, hogy ezt kell mondjam, de kicsit elvetették a súlykot, én azt gondolom. Tehát, hát, tudod, a sajtó is. Hogy működik, hogy általában ott oda megy a sajtó, lenni lehet, és azt hitték, hogy itt is igen, már a sajtótájékoztató része, ahol lehet tenni a tányíratokról is le. És pánikostak, amikor meglátták, hogy a zsűri már eszi a kaját. Nekünk nem fog maradni. Hogy mit hiszek az a nylon zacskóba? Gyerekek, és mondjuk el, hogy azért a zsűriben ott ül ugye a Viera, aki két Michelin csillagos van, egy tiszteletbeli elnök, egy dánsép, aki három Michelin csillagos, szóval azért nem akármilyen nevek voltak itt, vannak itt Magyarországon, zsűriznek, ültek ott, szóval azért, hogy elképesztő. Hát meg neveket keveset tudnak, de például nekem nagy példakép, egyik nagy példaképem a Peter Gusen, ugye a belga prezident, aki szintén három csillagos, illetve hát. a németeknek a kócsa, aki a Nils Henkel, aki szinte, tehát még amikor a Borkuszból készültem fel 2012-2013-ban, akkor gyakorlatilag az ő könyveit bújtam, hogy így meg, tehát ez olyan megtiszteltetés, meg olyan öröm, hogy ezek az emberek odajönnek és gratulálnak. Jani ezt minden nap átéli. Vagy a csillagok neki gratulálnak. Vicces, Horváth Rozi alattunk lakik. Én Pöttyös Pannon és Horváth Rozin nőttem. Hát egyébként én is. Igen, csak te tovább léptél. És akkor irány Lyon?
Hát igen, és pont azt beszéltem, mert most itt a egy szállodai szobában lakunk a Szabó Kevinnel, ugye a Komival, és ugye pont azt most reggel fölkeltünk, hogy ugye fáj a fény mind a kettőnek, nem kicsit, és akkor így azt mondtam neki, hogy hát onnan most Lyonban már ciki érdeket lenni. Igen, most már Lyonban ezt azért be kéne húzni. Igen, fölhúztuk a lécet. Hát de ne felejtsük, tehát azért Lyonban, tehát azért egy Japán, egy Amerika úgy beficzent, tehát azért így mindig egy kicsit nehezedik a pálya, és azért hogy kaptunk kizelítőt, mert ugye tehát ez egy francia verseny, tehát itt a verseny lebonyításnak a gerincéje, tehát ugyanúgy a franciák feleltek, ugyanúgy a francia moszosok, a komiték jöttek konyhai zsűrizni, a konyhai előkészítő, tehát a alapanyagokat ellenőrizni. Na most ezt közel olyan durva volt, mint Lyonban, de hát a Lyon az Lyon, tehát az egy nagyon durva környezet, tehát az ott tényleg. Hát ez is óriási eredmény, de ott is nagyon drukkolunk majd, Tamás. Nektek, az egész csapatnak, mindenkinek még egyszer nagy ülelés. Köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra, és köszönjük. Ciao. Köszönjük szépen. Szél Tamásnak. Köszönjük szépen. Gratulálunk még egyszer. Hello, Tomi. Köszönjük. Ciao, ciao. Hello. Gyerekek, hát... Nagy dicsőség tényleg, hogy ilyen irgalmatlan győzem, és tényleg 50 pont fölött nyerni. Ezt nem is tudtam. Igen. Ügyes. De egy csomó jó magyar vonatkozású hírünk volt ugye tegnap. Babos TV is ott van, beszéltünk róla korán reggel, legyőzte Venus Williams-et, azért az is egy nagy dolog. Így is van. Nem beszélek már sokat teniszről, de azért említsük meg, az is egy óriási világszám, hogy egy többszörös Grand Slam bajnokot legyőzött a Babos TV. Nincs már olyan formában, mint régen, de ez egy akkora óriási eredmény. Mármint a Vénuszra mondom, ha hihetetlen nagy eredmény. Van. Jó hírem van, tudod, mert ki tudjuk kísérni a Tamást Lyonba jövőre. Tényleg? De miért? Ráépül a kis vasút. Nem, azért, mert ráérünk. Ja, hiszen már nem kell korán kelni. 8:30 múlt pontosan, akkor kimegyünk egyébként. Tényleg, csináljunk már egy ilyen. Köszönjük neked, de nem. 8 óra után 33 perccel elmegyünk hírezni, aztán jövünk vissza. Kilenc múlt pontosan egy perccel. Gyerekek, ez a Justin Timberlake, hát ez egyszerűen őrületesen jó. Őrületesen hát, ahogy jó. A Jani táncolt, ahogy az új Justin Timberlake. Janinak, aki popsia járt erre a Justin Timberlake-re. Komolyan mondom, hogy megőrültem. Komolyan, tényleg. De nagyon jó. Új Justin van. Többen kérdeztétek, hogy mi ez a dal. Új Justin Timberlake. Kinek tetszett, emelje már fel a kezét, hogy meg tudjuk mondani a Balázsnak, hogy tévúton jár a zene ízlés. Köszönöm. Még egy köszönjük szépen. A igen. Többi ezer az nem. De egyébként végezhetünk egy közvéleménykutatást, azért gyerekkorukban a lányok biztos, hogy szerelmesek voltak ilyen fiúzenekarokba, magyar fiúzenekarokba és külföldi fiúzenekarokba. Hát amikor ment a Backstreet Boys, meg az NSYNC. Hát abban még én tudom, is. Hogy még Janinak is volt óriás plakátja. Így van. Nick Carterről. Én mindig bele voltam habarodva a bevébe. Na, csak egy gyors közvéleménykutatás. Csajok, tényleg, ott áll melletted egy lány hosszú hajú. Hát te még fiatal vagy az, hogy hány éves vagy? Bele. Hello. Hány éves vagy? 16. Ó, a gyermek még 10. A lelkem. Hát ne is kérdezzünk ilyet. Hát gyermek még, Jézusom. Nem, hát nincsenek már azok. Pedoperát. De miért? Azért most lehet kedvence. De nincsenek már azok a klasszikus fiúzenekarok az ő korában. Ki az, aki egy kicsit idősebb? Keresünk idősebb. Magának, idősebb drágám, lányokat. Gyerekkorában mi volt a kedvenc zenekara? Illés együttes. Illés! A Szörényi Bródi páros, és hát még néhányan. Szörényi Levente. Gondold, ott énekelte maga is. Levi! László, és mindig ezen vitatkoztunk. Hogy ki a jobb, Aracki vagy a Levi? Jó. Volt egy ilyen kis testvérharc, hogy ki az Aracki, ki az Illés testvérpárt, vagy a Szörényi testvérpárt szereti, igen. Tényleg? A Szörényi Levente. Jó, hát volt Bunyó is? Hát kis hajtépés, birkózás. Gyerekek, régen a Brody tekintetért, hát Tininek hívták, ugye, hát a Brody tekintetért a lányok ölni tudtak, amikor ő egyszer gitárral ott elkezdett gitározni. Aj, de hát jó régen volt, de... Melyikbe volt szerelmes? Na, őszintén, a Tinibe? A Leventébe. Ja, a Levent. Igen. Vagy Kós János tekintetért, ha tudtad, merre néz. Most jelen pillanatban Brody János jobban néz ki. Hát most már ugye, hát, igen, elhussantak. Voltam egy
egy koncerten, és itt Békés Csabán volt, és hát nagyon jó néz ki. Hát kiváló zenészek egyébként, igen. Na, keresünk még kicsit idősebb lányokat, hát ha találunk, aki olyan korunkbeli lehet körülbelül. Hogy... Te korod vagy a mi korunk, ott ugye? Jobbra, ott állj meg ott jobbra, ott mellette, nézi még jobbra, nem oda, ott csókolom, nem arra gondoltam. Ott, hello, hogy hívnak? Én akkor, igen, el is felejtetted fiúk, a nevedet. Pál utcai fiúk. Szerelmes voltál a fiúkba, tényleg? Nem, csak nem? Nagyon rajongtam a zenéjük. Lecsó, az szép bugyim. Így hívták a front embert, igen? A Leskéres Gábor, igen. Ja, Leskéres, persze. Bonanza Banzai. Oh, hát az. Emlékszem. És külföldi fiúzenekarok, mint NSYNC, meg Backstreet Boys? Senki? Nem, nekem nem. Nem? Nekem se. Soha nem volt külföldi fiúzenekar, tényleg? Nem. És magyar? Magyar, hát... Biző Boys! Emlékeztek még a Hip Hop Boys, Biző Boys? A Koriról lerángatom! A Picasso Branch féle nyomvonal egyébként, az érdekes. Ez most egy érdekes csalódás, nem? Vagy csak tele rajongtál a fiúzenekarokért? Én azt hittem, hogy azért ez így... Igen, én azt hittem, hogy azért ez így nagyobb siker. Ki volt a kedvenc fiúzenekarok? Jaj, sziasztok! Hát nekem zenekarom nem volt. Kedvenc férfi előadó? Michael Jackson. De az jó, tehát hogy az a minőséget választottál. Egyébként ez egy jó döntés. Meg Zambó Jimmy. Mi van? Zambó Jimmy meg Michael Jackson, vagy mi? Aha, széles. A hangjuk az nagyon ott volt. Mind a ketten. Igen, a két legnagyobb király. Széles az intervallum azért. Igen. Jimmy-t, szeretted Jimmy-t, tényleg? Így van, a mai napig. Komolyan? De ezzel anyukámat örületbe lehet kergetni. Mama nem bírja Jimmy-t annyira? Nem. És mit hallgatsz Jimmy-től? Én nem ismerem Jimmy-t. Nézd le rám! Hát legalább ez. Igen? Aha. Tényleg? Aha. Hát volt egy olyan képessége, hogyha énekelt, az embereket kirázta a hideget. Te is érzed egyébként? Igen? Mindig. Komolyan? Kicsit persze. Úgy gondolt, hogy neked énekel mindig? Nem, mindenkinek énekel. Jimmy. De nagy volt. Ő volt a legnagyobb. Ő mindent megengedett magának. Az aranybikába is bement susogos melegítő. Lövöldözve. Szerintem ez a két ember lepipálta az együtteseket. Igen? Én úgy gondolom. Na, Jimmy, egyébként tényleg. Hány oktávot tudod, Feri? Négyet? Hatot? Általában 4,5. 4,5 oktáv volt. Azért az nem semmi. Na jó van, drága Békés Csabaiak, fejünk majd nem sokára, jó? Kötényeg, egy picit fel magzik. Hát majd meg kell fejnünk a tehenet egyébként, Így van. Feri talált még, Feri. Én érzem, hogy bennünk van potenciál. Én úgy szeretem, hogy a Feri settenkedik egyébként. Ugye, mert az a baj, hogy valaki tudod, azt mondja, hogy ő nem beszél, de amikor már itt megvan, tehát itt mellett állok, akkor már nem menekül. Igen. Kedvenc zenekar? De hogy nem, nincsen. Nincsen? Nem de csak egy... volt. Én mindent meghallgatok. Tényleg? Még a Biző Boys-t is ne csinálj. Mindent, ami jön sorba. Hát 1998 a Shy Guys volt hatalmas sláger. Ugye 97-ben alakította őket a Kozsó. És ők voltak, akik ilyen fehér ingben énekeltek. Arra sem emlékszel a Shy Guys-ra? Rémlik valami. Szeretné az ember felejteni őket. Igen. Brandon, Julian, JD, ugye így hívták? Hello. Óriási volt, ekkora igen. Volt. Kezdesz átmenni egy kicsit ilyen bétótosban. Igen, kicsit nosztalgiázom. Jól van, hogy állunk időjárásilag, Feri? Kérlek, itt a tére? Hát van, hogy fölnézel az égre, és megmondod, milyen idő lesz, nem? Ugyanott állsz te is, ahol én is, de fölnézek én neked. Hát mit látsz, hogy tudod, hogy kicsit ránézel? Kicsit felhősödik, de ki fogja bírni? Jól ki van. Fogja bírni, egész biztos. Jól van. Mit látsz még, mert látom, megálltál egy pillanatra. A párunk még egyben van, ez jó. Hello, sziasztok, újra. Nem szakítottatok? Nem még. Hallottad az Üllői úti fák dalát? Azt nektek küldtük. Igen, letöltöttem már. Tanulmányozni szöveget, igen. Jó, jól van. Oké, megvannak már a fejős játékaink? Aki fejni fog majd? A játékunk már 4 napja megvan. És a játékosok is megvannak. Valahol igen. Gyerekek, mindenki rácuppant a tehére egyébként. Mindenki fejni akar. Komolyan mondom, mindenki fejni akar. Jó, hostess lányaink választanak, jó? És ott van az a gyönyörű szép hűtőszekrény, tele mindenféle jóval. 60 liter laktózmentes tejjel. Honnan tudod, hogy 60 liter? Elolvastam az információkat. Nem. Annan tudod, hogy 70 volt, csak 10-et már beraktál a csomagtartóba. Igen, és utána számoltam, hogy még 6-szor kell mennem, és nem marad meg a semmi. Olyan drágák vagytok, tényleg Békés Csabai hallgatók. Nagyon-nagyon jó fejek. A pálinkától kezdve a kolbászon keresztül a cukrász ipari termékekig tele van a sátor. Közben iszonyatos mennyiségű. Likőr, sör, hihetetlen. Megmondtam, hogy itt nem izével gurigáznak, érted? Ha vár a Békés Csabai nép, az így vár, ugye? Így van. Tessék Csabai. Amerre te jársz, ott sajttal gurigáz. Ott az a gurigáznak vagy kolbász. Hány decit várunk? Legalább fél liter. No! De kegyetlen úr, én már azért éreztem egy kis morcosságot most a hangban. Jó, haragszol, hogy ezeket megkérdezzük? Dehogy is. Jó pofák vagytok. Jaj! Tudnád, hogy mit raktunk fel az Instagram oldalunkra? Azt látnád, hogy mi került fel az Instagram oldalra? Rajta vagy az Instán?
Nem is betegeljetek azon a képen. Nem instázol? Nem facebookozol? Semmi? Nem, semmi. Nem élek szociális életet. Nem élsz szociális életet. Szociofób vagy? Én csak egy teljes asszony vagyok. Egy teljes asszony. Teljes asszony. Egy jó kis tés asszony. Jó van, elmenjünk egy picit szerintem hírezni, jó? Igen. Mert hogy kell egy picit azért hátra a közszolgálatnak adni. Hátra megyek, tolok egy Eszterházit. Végre. Én viszem a Jánost Debrecenig, szerintem tele lesz a kocsi, mindjárt minden. Így persze. Van. Ha, különböző első segélyeknél megállunk, majd egy kicsit sót kapjon a szervezetem, mert cukormérgezést fogok kapni. Nagyon jó fejek vagytok, nagyon-nagyon szépen köszönünk minden ajándékot, amit kiosztatok nekünk. Teljesen érdemtelenül, természetesen nek. Csak mondom egyébként, hogy felajánlották, hogy egészen Kazincbarcikáig visznek innen. Csak jelzem, hogyha nem akarsz azzal a lehetőséggel élni, hogy ráadásul ölben. Igen, Miskolci vagyok, ha valaki Pestre elhozza Janit, én elviszem Barcikára. Egy lelkes hallgatónk írta nekünk. Itt vagyok a Rákóczi téren, Kazincbarcikán, hol vagytok, kérdezi Tibi SMS-ből. Tibi, nagyon egy picit hamarabb érkeztél. A kisfiammal szerettem volna elmenni Csabára, de tegnap közölték, hogy csoportfényképezkedés lesz ma délelőtt az Oviban. Kicsit szomorú vagyok, remélem jártok még erre. Ezt Andi küldte nekünk. Drága fiúk, sajnos nem lehetek ott a Szent István téren, mert dolgoznom kell, pedig mindent megpróbáltam ma, hogy ne kell jönnöm, még azt is felajánlottam, hogy jövök inkább hétfőn. Este már majdnem sikerült elhitetnem magammal és a gyermekemmel, hogy beteg, de aztán reggel lett, és sajnos nem lehetek ott veletek. Mia, hát ha hallgatsz bennünket, akkor az is. Az is jó. Megérkeztünk Debrecenből. Ki érkezett meg Debrecenből? Ki küldte ezt az SMS-t, hogy megérkeztünk Debrecenből? Senki nem küldött ilyen SMS-t. Nem biztos, hogy ide érkeztek meg. Mindegy, ő elküldte valahova az SMS-t. Igen, itt vagyunk, Kaposvár. Hol vagytok? Megérkeztünk Debrecenből. Te vagy a debreceni? Hát de ti már itt voltál reggel, életem. De most kétszer érkeztek meg. Hát most újra jött. Mentek még egyszer. Ők fél óránként elküldik ezt az SMS-t, hogy megérkeztek Debrecenből. Jól van, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, jó? Közlekedés, időjárás, minden, ami fontos lehet. Mi pedig jövünk az utolsó játékunkkal, Ákos hírei után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Békés Csabáról, a Szent István térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Itt vagyunk Békés Csabán. Hát zajlik az élet, és jönnek a felhők, de nem lesz eső. Nem, nyugodjál már. Nem lesz itt semmi gond. Semmi, gyerekek, 10 óráig kitart a város, és visszaverjük. 10 után meg essen, mert anyám panaszkodott már, hogy nem esett 6 hete. Igen? Igen, nem. Mama mondta? Nem, a paradicsom palánta. Feriképp, intézkedj! Nincsen mondtam, eső? Hogy a paradicsom, szarok, a pálinka legyen meg, egy gyümölcs érjen. Na, jó, van meg. Paradicsom, mama, hagyjál. Mit mondott anyukád? Tiszta a pálinka. Olyan szentelem, olyan szentelem vagy, Ferike. Kezdj csókolom, itt elsősorban egy, hogy tessék, ne tessék elfújt, te hova tetszik rohanni? Hát csak egy mondat erejéig. Biztos a Feri ezt tetszett jönni, én tudom. Drágám, itt vagyok. Kezdj csókolom. Mersze, Anna vagyok. Anna! Megismersz, Feri. Meg. Na, jó, őszintén, meg. Hármunk közül, én jól érzem, hogy a Feri, ott nem most a Ferihez jöttél, jól Feri, érzem? Persze, hogy. Van egy kis elszámolnivalótól? Van. Igen? Úgy kígyósul, igen. Mit csináltam? Mennyire hát éreztem? Hát csak olyan ismerős vagy. Ja. Ha. Te is új kígyósi vagy, Anna, esetleg? Nem. Közelebb. Békés Csaba új kígyós. Hát új kígyós nem lett akárki új kígyós, érted? A születni kell. Na és milyen a Feri élőben? Hát jobb, mint a tévében. Na, megszoringatnád, mi? Ki van csukva? Balást. Semmi? Férjed urad le a katonai, kasztrálna is minket. Mi? Senki. De azért megnézni meg lehet bennünket, nem? Na? Kicsi milyen itt? Engem az előbb lesovárkázol. Mi már beszélgettünk egymással. Mint a tévében. Másabb, mint a tévében. De mindegyikőtök. De jobb vagy rosszabb vagyok, mint a tévében. Nem, jó így. Jó, így. Jó? Csinoska vagy, igen. Köszönöm szépen. Én meg olyan, amilyen, ugye? Menjünk, köszönjük szépen, Anna, jó volt veled. Puszilunk, Anna, csókoltatunk. Mielőtt túl dicsérni. Kaptál mindent, amit szerettél volna? Meg volt minden? Még valami? Mert úgy kacsingatsz rám egy kicsit, vonuljunk félre egy picit, jó? Mert úgy dobtál, több kacsintást dobtál nek. Érkeztek hozzánk a Csaba rádióból. Mi tartjuk addig a frontot. Jövőként. Nyugodtan. Életeim. Kik jöttek hozzánk? Ki hozzászlán érkezett? Csókolom, hát maguk még nem dolgoztak a Csaba rádiónál, amikor én arra felé jártam. Ez ruha vagy testfestés?
Maja. Durkó Timi. Mit csináltok te Csaba Rádiónál? Illetve ilyen ruhában kell dolgozni, mert akkor ezt mi is bevezetjük. Ugye elmondjuk a hallgatóknak, hogy rövid fekete miniben. Így van, Laci, Léci, holnap. Hát koszteszkedünk, ha szólnak, jövünk segíteni. És videóklip forgatásnál esetleg besegítünk. Videóklip forgatásnál? Hát mint... Mit szereplő? Mint mikor mi. És mit hoztatok nekünk, lányok? Hoztatok valamit? Igen, mit hoztatok? Egy kis meglepetés. Ne csináljátok, tényleg? Igen. Nem igen. Tudjátok, mi van benne? De, tudjuk. Most fogjuk kibottani. A tejfej is hát egy kis kellék. Na, mit hoztatok? És ezt maga a rádió küldi nekünk? A rádió küldi nekünk? Így van, ez egy bögre. Nem, összekapcsolódtunk mi a Csaba Rádióval, nem? Mikor aha. ment ez a reggeli kis betelefonálgatós, és nyertünk ott valamit? Nem, azt hiszem, hogy nem tudtunk most nyerni. Most tudjátok nem. éppen használni. Oj, de rendesek voltak. Jó, ez jó poén. Bárki találta ki, ezt értem. Ez jó egyébként. Na jó, van egyébként a főnök itt fotózgat minket, miközben nézegetjük amúgy a bögrét, és nagyon jó fel fogják használni nyilván itt a belső promócióban. Igen, jól látjuk, persze. Én ezzel nagyon örülök. Hát ezt tudod, ez a piros ruhás féllábú 30 évesek körében. Igen, köszönjük szépen. A Csaba Rádió elküldte nekünk a rádióhallgatási szokásokat Békés Csabán egyébként. Kicsit pimasz, de szellemes. Nagyon úgy, hogy értékeljük az ilyesmit. Mi hasonlóan megcsinálnánk ilyet egyébként, igen. Így azt hiszem, hogy első a Klassz FM, harmadik a Csaba Rádió. Nem, az nem rossz eredmény. Csak mi nem csinálnánk 30 fotót ebből. Na, ha érted, mert, mire gondolok. Figyelj, ki a reggeli műsorvezetőtől küldte? Reggel? Igen? Kivel beszéltünk? Segítsetek? Ki volt? Kriszti. Rácz Kriszti, igen. És jaj, a Kriszti találta ki, hogy küldjetek egy ilyen bögrét. Jó van. Hát, tudjuk ki, mert nem fogunk már összekapcsolódni soha többen. Semmi baj egyébként. Akkor az összekészített ajándék az marad is, ugye? Amit akartunk cserébe. Nagy ajándékkal készült. Igen. Az akkor itt marad. Ez az a Kriszti, akivel a Feri izé hozé? Vagy nem emlékszem. Tényleg? Aki nincs volt izé hozé, hagyjatok már. De valami becenevet is mondott rád, hogy akkor téged hogy hívtak. Emlékszel? Valamivel úgy szólított a Feri, meg. Pácsó, macsó, puncsó, 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 puncsó volt. Régen még puncsó voltam, akkor puncsó. Jó mondtad, tesa. Pácsó kincsem, de mindegy. A puncsóból, és aztán följött Pecs, és ott már pácsó lett. Hidával beszélgettünk adásba. Persze. Igen. És nézd meg, ő még ma is itt dolgozik, látod? Igen. Ő adásba került, és itt Feri, van. Feri, tényleg te vagy az ügyvezető igazgató, vagy csak kabot? Ki lenne más bébi? Feri, tényleg, ha belebeszélek a mikrofonba, akkor ilyen gyakorlatok teszem. Szivacs a végén, vagy tényleg? Ja. Na jó, gyerekek fogják be a fülüket. Persze, úgy értik. Jól van, fejünk. Fejünk is, de szeretnék elmondani egy rövid történetet, mert annyira megható a gyerekek, hogy csak én... egy százas. Jó, nem baj, az akkor is el fogom mesélni. Én ugye itt laktam Békés Csabán nagyon sokáig, és egy ilyen házrészben laktam az október 6-a utcában, és most idejött egy hölgy, hogy én amikor onnan itt van még. Hol van? Itt van. Ó, kezi csókolom. Hogy amikor én elköltöztem, akkor én ott hagytam egy Walkman-t. Egy nagyon profi Walkman-t, tessék már ide jönni életem. És hogy ő ezt most visszahozta nekem. Hát ez hány éve volt, hogy én ezt ott hagyom? 25. Csak tartsuk oda a mikrofon. Körülbelül 25 éve volt, mikor elköltöztetek a kedves feleségeddel, hát azóta már azt hiszem, hogy elváltatok. Akkor nem is voltunk összeházasodva, én ezt nem szeretem, ezt az intézményt. Jézus, mit fogod rá? Nem, hát az egész országot, nem. A feleségem. Hát, most mondom, tudom, hogy nem voltak. Jó, hát én és azt nem tudom, annyira már arra nem emlékszem. Amerikáig menekült, annyira szerette ezt a kapcsolatot. Igen, Amerikáig, azt tudom. 25 éve őrizgeted ezt a kis magnót, hogy egyszer majd igen, te visszaadod. Igen, a gyerekek mondták, hogy ezt feltétlenül őrizzem meg, de én is úgy gondoltam, hogy egyszerűen lesz egy olyan alkalom, hogy vissza fogom adni. De... Miért? Hát végre elköltözött innen a franc akar még be. Ugyan, már hát nem voltak rossz emlékeink, hát mondjuk túl sok jó sem anyukámék voltak inkább ugye kapcsolatban veletek, mert ők ott laktak, és nem voltál mérges, amikor a Feri disznót vágott az erkélyen, nem? Erkély földszintes ház volt. Igen. Nem voltál nagyon mérges, amikor láttad a pörzsölőt, és mondtad, Feri, légy szíves, ne a parkát, de ez aranyos, légy szíves. És akkor most visszahoztad a kis sétáló magnót. Tudod, mi volt Jannének az első mondata? És az ellenfelén, hol van? Az már akkor sem volt meg. Az már akkor sem volt meg. Szerintem azért lett kidobva, mert hogy az elveszett az ellenfedél, úgyhogy. Meg voltak ilyen kis borostyánok, de azt
sajnos nem találtam. Az biztos nem az enyém. Meg volt, még három havi elmaradás azért. Az nem volt. Ez egy nagyon helyes történet. Nagyon-nagyon megörültem neki. 25 éve őrizgetnél egy ilyen kis Walkman. És sikerült visszaadnom az előbb egy kicsit elérzékenyítom elnézést. Nem baj. De az emlékek. Az egy nagyon helyes történet. Drága vagy, köszönjük szépen. Egy pici aprót kérnék helyébe. Na tessék, ezért, érted, ezért őrzik 25 évig. Csókolj szájon pedig. Igen. Aláírás, egy alá. Bármit, mindjárt kerítünk egy valamit, jó? Igen, abból a gyerekben 20 éve. Menjünk tehenet fejni, az jön most. Jaj, jó, valami kis ajándékcsomagot, valami kis ajándékcsomagot intézünk. Feleség, feleség. Nem volt a feleségem. Még derülnek ki. Ennyi rezsi, ha két gyereket meg egy asszony tartok el. Ha valaki valamit tud még Feri múltjából, igen, nyugodtan örülünk ezeknek a történeteknek, abszolút. Tehát nyugodtan, drága Békés Csabaiak, meséljetek. Új Kígyósról is a hölgy az előbb. Ugye azért ott vannak ilyen kis eltitkolt történetek, akkor nyugodtan, nyugodtan meghallgatjuk mindenki ezeket. Mindenki mindent hozzon vissza, amit ott hagyott, majd érte jövök. Ebből is látja, vissza fogok jönni, kifizetök mindent. Igen, és egy használhatatlan Walkmant ott hagytam mindenütt, mi? Igen. Na, megyünk fejni akkor? Menjünk fejni, nézzük mennyi, meg. Mennyi, azután, hogy beszóltál, mennyi. Nézzük meg, hogy fejünk. Hol vannak a játékosaink? Ott vannak-e már? Egészen biztos, hogy ott vannak. Így van, fejős kislányunk is ott van, aki majd bemondja természetesen az a mennyiséget. Erről szól egyébként, hogy hallani akarod, hogy hány deci. Hát figyelj, nézd, hát ennyi maradt már, így van. Ugye a főnyereményünk egy teli hűtőszekrény, és a hűtőszekrényben pedig hát laktózmentes tejtermékek, leginkább egyébként mizó tejek vannak. Utat, utat, itt jön első Balázs! Utat, köszönöm! Első Balázs. Úristen, és megnyílt a tömeg, és pont a tehén fenekéhez érkeztem. Hát, ahol a helyed érték van. Jelzésértékkel. Kik a játékosaink? Hello! Péter vagyok. Vivian. Péter, Vivian, ti egymás ellen akkor, ugye? Jól, igen, gondolom. Egymás ellen fejtek. Fiú még nem is fejt ebben a játékban soha. Nem. Nem tudom, mi alapján választottak ide, erre jöttünk. De mi nem akartad, mert át tudjuk adni. Ezért jöttünk. Ja, erre jöttél. Fejni, komolyan. Igen, ma reggel fölkeltél, és azt mondod, nem, megyek fejni. Nem, már napokkal ezelőtt. Napok óta nem alszol, hogy fejjél. Nagyon lelkes. Ezért vagyunk szabadságon, de nem hajnal háromkor keltünk. De jó. Szabi vagytok ma tényleg? Igen. Kivettetek egy napszabit? Mennyasszonyom ma. Hol a mennyasszonyod? Ó, a mennyasszony. Hát még most még ők is boldogok, ugye? Hogy fejez a gyerek? Hát, hogy fejez a gyerek? Meséljél már valamit. Tegnap este gyakorolt. Oh, igen. Jó csinálja. Arany keze van. De csak egyedül. Egyik keze feltartva. Hey, hello. Most a másik. Mucsácsú szorbéró. A Feriek meglátják. Jól van. Oké, na, hát akkor kezdjük el, jó? Legyél te az első. Hát persze, világos, ne hülyeske, nem adjunk egy ilyen lehetőséget. Ülj, letérdelj, ahogy gondolod. Van egy kis sámlink egyébként. Igen, de... Szerencsére tehén nem érez fájdalmat, igen, tehát bármilyen úton módon lehet. Na most nehogy... Te akarsz neki segíteni közben? Nem. Mondani, hogy mit csináljon? Igen, szurkolok, igen. És mit csináljon? Hát nem tudom, még nem láttam, hogy működik. Aha. Hát azt hittem már egyébként, hogy ismered, hogy ilyen mozdulatai lesz. Ez a tőgye. Így kell. Okay. Azok a csecsek. Nehogy mellé nyújj, mert ott a Balázs áll. Bizony, igen. Ordítok van, nagyon érzékeny. Ez az ne hagyom. Egy percben sikerülne. Micsoda? Nem ismersz. Figyelj, egy perc. Ne örülünk, mi már. Gyors tüzelő vagy. Viccel. Na, mehetünk? Na. Mikortól mehet? Cseng. Mikortól indul? Most. Ennyi. Azt a rutin! Hallom a hangját! Figyelj, a tehénnek könnyes a szeme. Itt aztán van rutin. A betyárja. Ez nagyon megy egyébként. Biztos először fejsz? Nem tudom. Született tehetség vagy. Gyerekek, ez nem fog beférni a mérőedénybe, komolyan mondom. Aha, brutálisan jön. Kérünk egy üres sajtárt most ide. Ebből nem sokára, igen, tudunk valamit köpülni. Most vagyunk fél időnél. Hihetetlen vagy. Atya úristen, mi szerencsé, hogy nem élő állat. Volt ott szegény. Húzgálás, mi az elmúlt volt, néhány volt, évben? Volt ott. Láttam. Voltam szingli is. Hát, igen. Azt a mindent, ekkora bimbókhoz vagy szokva? 10 másodperc. Reméljük, nem. Na, hogy mi ezt neked eldurran a pasit? 5, 4, 3, 2, 1, és itt. Nézzük. Nem fog beférni a mérőedényben. Na tényleg, asszony, jöjjön aranyom, most mit fog mondani maga a szájával? Na megnézzük akkor.
kicsit azért ilyen áthallásos lett ez a játék, nem tudom, érzétek. Ez egy ilyen erotikus. Nem tudom, miért gondolod. Atya úristen, ennyit még soha senki. Ez nagyon durva. Csendet kérünk, mindenki hallgasson el, halljuk, hogy mennyi. Pszt. Egy liter. Azt a mindenség. Nagyon durva, ez abszolút csúcs. Hát, és az egy liter se semmi. Drágám, azért megpróbálod? Hát nekem azért nem ilyen erős a markom, de megpróbálom. Lehet, hogy technológia kérdése, nem a szorítása fontos, hanem a húzás. Hát meg mondjuk én is szingli vagyok, de hát ugye ez az én... Jó, értjük. Adunk egy próbaszorítást a Janina. Jó? Minden hiányérzetedet rak bele. Meg egy barátnőmmel erre készültünk, már mint nem erre, mert azt hittük, hogy igazi tehén lesz. Azt hittétek, hogy igazi tehén is hoztatok gumikesztyűt, vagy hogy készültetek? Nem, el akartunk menni gazdákhoz gyakorolni, de aztán nem sikerült. Ezt most nem mondott komolyan. El akartatok menni egy tehén gazdaságba gyakorolni? Igen? Igen. És miért nem mentetek végül? Tessék? Kiderült, hogy műtehén. Ja, hogy hétfőn meghallgattátok az adáson, hagyjad, nem ennyi mű a tehén, nem kell. Annak nem fáj, teljesen mindegy. És már kinéztétek a gazdaságot, hogy hova mentek, tényleg? Többet is kinéztünk. Igen. És bekéreckedtél, hogy elnézést, próba fejnék, mert megyek majd a Feriékhez játszani, és addig, próba fejnék, hát, tényleg? Hát mi meg szeretnénk tanulni fejni, megbeszéltük, hogy amúgy is ez fenn van a bakancs listánkon. Hát erről nem kérdezek többet, mert azért ebben még lenne. Aha. Hát ugye? Csak annyi, hogy mi van még fönn? Még egyet mondjál már, tényleg. Mi van a bakancs listán? A fejés. Szeretnék megfejni. Tisztesteni egy kis szobát. Igen. Szeretnénk meg. Siga, gyere már, ez jó buli lesz. Tényleg, mi van még a bakancs listán? Ez jónak tűnik. Még ezi falusi lányok vagyunk, úgyhogy, de a többi az... Ez kevésbé publikus. De egyet, inszeminálni egy disznót, vagy mi? De úgy bementünk a témába, mert én tényleg nagyon szeretem az ilyen dolgokat. Komolyan? Mármint én szeretnék állatokat tartani, meg ilyenek, úgyhogy... De jó. Hát de még valamit dolog. A bakancs listáról, mit tudom én, tandem kerékpározni, nyereg nélkül. Miért egy ilyen kis gazdálkodó lány vagy? Te szeretnél egyszer majd egy hát ilyen kis... Hát az a baj, hogy még nem. Még nem, de szeretnék. Igen? Csak az állatokat tartasz, az állatokat nevel. Igen, de csak egy saját célra. Megvan ennek a varázsa, bár nyilván Pesten azért másképp gondolkodnak erről, de... Persze, nálam fóliás a csirke, hát de persze, abszolút. Azt ismeritek, azért vagytok ilyenek. Én azt ismerem, bemegyek fóliában a csirken, akkor megnyugszom, hogy jó van, ez se csak, hogy te fóliában. Gyere, próbáljunk már ki valamit, ide állsz, így egy kicsit ráversz a fenekére, jó, és azt mondod közben, hogy bőben ne tenne. Próbáld meg, Ja, ilyet nem tervezünk, de... Gyerünk. Így, simogass meg, úgy. Csapra, persze. Bebe! Na, hogy ez a... Erre a tenyé meg se mozdul. Várjál, újra. Na. Ez egész egy... Próbálj meg a Balázséra csak. És mondd, bőbe ne tenne. Mondjuk én arra búgok. Ja, igen. Mű. Nincs életem, ez egy műtehén, de beteg ez a játék. Nincs benned elég ellány. Menj oda, csap, és mondd neki, hogy bőbe ne tenne. Anyádba mászkáljna a lucernába. Na, bőbe ne tenne. Na, ahogy a Feri mondja. Hallgass meg, milyen jól mondják. Nézd meg, Feri. Bőbe! Ne tenne! Ez legyen benne, jó? Látszik az első 20 év, na? Ilyen igazi tanyasiessen akkor, jó? Okay. Bőbe, ne tenne! Nézd, hát, ha tehén lennék, erre hátra se nézni konkrétan. Mert mint hogyha, ha például Balázs a gazdálkodnátok együtt a Hunyor Majorba, akkor odaszólnál, szólj neki Balázs, hogy ezért, abban nincs a teinke az a bikaba. Na, fejéshez. Tessék letérdelni. Jó? Hát vagy ülve. Igen, egy liter ez nem kevés, de felejtsük ezt el, jó? És próbáljunk ennél többet az edénybe varázsolni. Jó? Tessék? Meg ilyenkor igazából szalmára szoktak itt érdepelni. Szalmára. Persze, hozzuk a kicsi Jézust is mindjárt a jászolból. Neked persze. Így van. Hogyne szalmát, friss szalmát szedünk nem sokára neked, és ide hozzuk a tehén alá. És mutass egy csillag az uta. Igen. Betlehem irányába. Tömjént is hozunk, így van. Meg mindent, én a kabátomat. Nem. Jó nekem így. Nincs hozzászokva. Nézd meg az igazit. Igazi félésű. Nincs hozzászokva a térde a padlószőnyekhez. Ez jó, hát látszik, hogy szingli. Jó, csak ne a gombra térdjen. Térdej. Na, János leterítette a kabátját. Tessék. Na. Térdej rá nyugodtan. Én egy lőrinci úr. Turkálóból van, úgyhogy ne sajnáld. Na. Már is legalább 20 éve szorja, úgyhogy teljesen mindegy. Ennek a kabátnak már nem áll. Mit csinálsz, te nekivet közöl? Nem. Most Jézus Mária. Most hagyj. A játékosunk elkezdte levenni a fölsét. Ne. Mindannyian párkapcsolatban élünk. Értem, hogy hálás, hogy egy Eszterházi szeret is megteszi. Csak úristen. Na, hát akkor álljunk neki. Halljatok,
elindul az idő. Jó, jó, jó. Milyen fogása van? Hogy érzed? Milyen volt? Most megfogtad. Hm? Hát igazából még jó, hogy nem gyakoroltunk az eredeti, mert szerintem ezt teljesen másképp kell csinálni. Igen? Igen. Én nem tudom, mi a különbség, tehát nem fejtem még soha igazit sem, még műtelenet se. Nagyjából a mozdulat ugyanaz, gondolom én. Nem, Ferko? Hogy van ez? Az. Ugyanú, hát hogy a felé. Ne gondol, túl egyszerű húzó mozdulatok. Húzom, és közben ugye össze kell préselni. Mehetünk? Vigyázz, bökölj! Jézusom. Na, indítjuk az órát, tessék, 3, 2, 1, hajrá! Ó, gyerekek! Hát jó, az, jó, az, jó, az. Van ott rutin. Jézusom, nagyon jó született vagy. Született tehetség. Tényleg régóta ugye? Vagy egyedül. Kicsit ösztönzöm a tehenet. Na. Meg egyébként gyerekek, annyira életű a tehén, hogy minden nyílása megvan. Csak éjjön. Mondom, hogy... Olyan életű a tehén, hogy trüffeles lett az ujjad. Na. Ajajajajaj. Nyomja. Ez az, hajrá, ne fáradjon. Ez még bármi lehet, ez csak 25 másodperc ment el, gyerünk. Jó van, egyenletesen lélegez. Hát a szingli életmód. Ez a szingli életmód, mondta Vivian, igen? Na, gyerünk, hajrá. Elfáradt a kis keze. Vagy a tehénből elfogyott a tejecske. Vivian egy kicsit fogyni látszik, aha. De ezt a mozdulatot jegyezd meg, azért jól jön ez majd még később. Vivian, ébren vagy? Istenem, nyomja, Most kell megnyomni, három, kettő, egy, és itt el kellett volna menni abba a gazdaságba, el kellett volna menni. Hát, de így is nagyon örülök, mert srácok, ti nagyon nagy sztárok vagytok, de én nem tudtam, hogy egy másik sztár is van itt, a Lilian. Hol van? A kolléganőtök, én nagyon nagy rajongója vagyok. Igen? Kiről van szó? Ő egy hostess lány nálunk, abszolút, igen. Rajongója vagy? Igen, mert neki nagyon jó zenéi vannak. Komolyan, te zenéket csinálsz? Tartsunk, hogy milyen zenét csinálsz? Énekelek, meg rappelek. Komolyan. És ez most mondod, csütörtökön? Tényleg? Ezt írjuk föl. Műsorszám lehetett volna. Holnapra ezért ebből csinálunk valami. És neked már vannak dalaid? Hát egy dalom van, ami így megy a tévébe, a többi meg csak YouTube-on. Nálunk a Titus lehúzta biztos. A konkurens rádióknál ment. Komolyan? Igen. Mondjuk akkor nem lehet túl jó. Nem fejezzük be ezt a játékot. És azt... Gyere! Jó, ja, ezt azért írjuk föl, erre még visszatérünk. Ez nagyon jól hangzik. Na, jól van, oké. Okay. Megmérjük nem a kódot. Nem rossz ez. Nem rossz, Vivian. Nem rossz. De szerintem inkább fogad el azt a call center-es állást a farm helyet. Várjatok, csöndet kérünk. Megszólal. Ami nem rossz. Egyébként ezzel a 7 decivel másik helyszínen nyertél volna, de hát itt sajnos. Igen, hogy kell még nagyobb szívfájdalmat okozni játékosan. Ezzel tegnap nyertél volna, de kár, hogy ma játszottál. Máshol 3 hűtőt is összekedtél volna. Ugyanennyivel, de itt sajnos nem. De majd az igazi tehén, ha meg lesz. Az. Hogy fog örülni. Így van. Vivian, örülünk, csokoltatunk, jó? Köszönjük szépen, egy ajándék csomagot kapsz te is. Persze. És hát ne felejtsük el, hogy a nyertesünknek pedig egy teli hűtőszekrény laktózmentes mizó termékekkel. A hűtőt is viheted, és az összes terméket, amiben van, azt is viheted. Neki. Jó? Ugyan a hűtőnek is örülünk, meg keresztlányunk laktózérzékeny, úgyhogy neki. Nagyon jó lesz a tej. Domáltatok már a szponzorral, vagy honnan? Mondjál már valami szívhez szóló sztorit, érted, keresztlány, gyerek. És mindent kipróbáltuk már, ez csak a mizó. Jól van. Oké, elromlott a hűtő, vagy kell egy nagyobb, le akartatok cserélni? Jövőre fogunk összeházasodni, úgyhogy aktuális lesz, kell. Gyerekek, itt mindenki házasodik Békés Csabánra. Mi a pont is megvan. Megvan az időpont is? Ugye, sokan elkövették már ezt a hibának nevezik. Menjél a tömeggel, te! Menjél! Hallottátok az egy órával ezelőtti beszélgetésünket? És megjött a kedvetek? Meg. Tessék? Ezt már tudtuk régebben. Mióta vagytok együtt? 7 éve. Az a kritikus, azt szokták mondani. A kritikus 7 év. Ha azt túléled, akkor utána majd a 14. Ilyenkor dobják be ezeket, tudod, kritikus 7 év, és akkor összeházasodsz, hogy a kritikust ezzel túléled. Ja, hogy dobjál rajta és valami. Akkor igen, majd 2 múlva elválsz. Hány évesek vagytok? Hány évesek vagytok? Én 24 leszek. Ennek 25 lesz. Istenem, szörnyű ezt végignézni, hogy ilyen fiatalon eldobják az életüket, nem? Hát ez egy szörnyű. A vakba, a vak sötétbe, a semmibe fogtok belerohanni. Köszönjük a szép szavakat. Jó van, legyetek boldogok, jó? Ezt kívánjuk. Így van, amíg megtehetitek. Ha már nekünk nem sikerül, vagy mi? Olyan van, legyetek boldogok. Igen. Jól van, na, drága hallgatók, tartunk egy pici szünetet, jó? Mert szerintem reklámoznunk kell egy kevéskét, és aztán jövünk még vissza elköszönni tőletek, meg hát jövünk még a nap legjobb pillanataival, úgyhogy mindjárt folytatjuk.
3-4-10 lesz pontosan 7 percen. Mindig elfelejtem ezt a hármas ugrást egyébként. Úgy megyek el reklámszünetre, hogy nem jut eszembe soha. Hogy van egy hármas ugrásunk. Van. Nem szabad elfelejteni, lejátsszuk. Van játékosunk? Biztos van játékosunk. Valakit választottunk hármas ugrásra, akkor jöjjön. Vagy lejátszom Janival. Játsszuk le. Szerintem menni fog. Én megkérdezem azokat, amiket te írtál. Na? Na? Esetleg van. Van játékosunk? Laci, játékos, hármas ugrásra. Jön? Akkor adásban vagyunk. Jézusom. Halló! Hello, sziasztok! Szia Balázs, mi van? Szia Jani! Hogy érzed magad Békés Csabán? Jól vagyok, köszönöm szépen. Bekeljük ki ezt a kis időt, amíg ideér a hármas ugrás játékos. Már érkezik is, na, jó van. Érkezik is, ha minden igaz a játékosunk. Hello, drága! Nyomjon valaki az arcodba. Igen. Egy hello, életem, te vagy. Hello. Viki. Viki fog játszani ők? Vagy mind a hárman fogtok játszani? Mind a három. Gyertek, gyertek föl ide, jó? Három lány egyszerre? Ő, ti is hárman, mi is hárman. Mindenki kap egy kérdést, akkor így fogjuk leosztani. Viki. Sziasztok. Bajban leszek a nevekkel, Viki. Anna. Viki, Anna. Simonetta. Oh, Simonetta. Viki, Anna, Simonetta. Jó, Vikiék, jó? Így jó, lesz egy Viki. Mit mondanak Vikiék? Ne, legyenek Simonettáik. Simonettáik, jó, legyen Simonettáik. Halló, lányok, honnan jöttetek? Én Békésre. Békésről, jó. Békés Csaba. Békés Csaba. Jó. Nem is ismeritek egymást? De. Barát, baráti társaság? Nem, egyáltalán nem. Kibukott a dolog. Ismertek egymást? Igen, igen. Nem. Jól van, milyenek a kérdések, Jánosom? Fogalmam sincs. Ki kezdje, Simonetta? Annyira berúgtál tegnap a habzobortól, amit kaptál a szobádban. Na, mi válaszoljanak egyszer a lányok, tök mindegy. Azt mondja, melyik hivatás képviselői köszönnek egymásnak úgy, hogy jó szerencsét. Kik mondják olyan ezt? Mielőtt elindulnak dolgozni, jó szerencsét. Annyit csak, hogy nem a lottózókban. Így van, és nem is a matrózunk. Ne sugjunk, hagyjuk őket kicsit, Nem tudom, gazdaságban dolgozók? A gazdaságban dolgozók. Aha, aha, tehát a gazdasági miniszter oda szól az alkalmazottainak, jó szerencsét. Ki lehet? Középen ott lányok, valaki? Gazdasági van, tehát úgy kezdel, hogy mit tudod, a matolcsi oda szól, akinek, hogy jó szerencsét, megvan az új munkács. Vettetek azt meg. Jó szerencsét. Nyitottunk már éttermet a várban? Még nem. Akkor hajrá. Művesek, nem tudom. A kőművesek. Hogy ne omoljon le a fal, nem rossz. A kőművesek. Hát. Én tudom. Na mond. A bányászok. A bányászok. Végre, Jézus, ki segített, hogy most olvastad le. Ember a fejemről. Ja, nyilván. Álljunk meg. Ez egy baráti jó tanács a részedről? Ez abszolút baráti jó tanács, hogy sokkal nehezebb a második kérdés, mint az első. Aha, azért mondom, aha. Menjünk. Olyan jó a földrajz. Menjünk. Simonetta? Megy. Megyeget? Megyeget. Jól van. Osztálytársak volt. Igen? Tényleg? Azt a most már ne adjátok fel itt tényleg a cél előtt. Ne. Melyik kontinensen található Patagónia? Meg. Én mondtam, én nagyon-nagyon barátian mondtam, hogy szerintem álljatok meg. Dél-Amerika? Melyik volt az? Simonetta? Megvilágosodtunk, gyerekek. Irgalmatlan ügyes. Mindig a legkisebb, a legokosabb. Igen. Hogy? Oké, lányok. Hogy tetszik? Azt mondja, hogy így szól arról, hogy ha menjünk tovább értelemszerűen. Menjünk. Milyen színű sapkát viselnek a vízilabda kapusok? Tehát más színe van, mint a játékosoknak. Fehér. Kettőt kilőttünk, ezt meg se hallottuk. Fehér. Meg se hallottuk. Narancssárga. Nem, fehér. Meg se hallottuk a fehéret továbbra se. Sárgát se hallottuk. Piros. Így van. Piros. Na, jó van. Komoly tétje van a játéknak, nem? Tehát ez egy komoly tétje van. Érzem, hogy egy nő a játék nívója. Komoly tétje van a játéknak. Lányok, túl vagyunk rajta, ennyi nagy volt. Nagyon jó voltatok. Gyors volt és fájdalommentes. Hát úgy tűnik, igen, bármennyire is próbáljuk visszafogni magunkat, óra sapka, mi egymást. Nagyon szép kis ajándék. Most ne cseszd le azért, mert azt gondolom, hogy nem érdemeltétek meg, de így szoktuk csinálni. Nagyon jó voltatok. Köszönjük szépen, köszönjük. Vajszívűek vagyunk, segítünk a játékosoknak. Közös iskolátok nevét nem mondjátok be. Ők legalábbis nem büszkék rátok. Igen. Lányok, puszi nektek, köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát egyszerűen már csak odaadni az ajándékcsomagot, nem? Hát minek fáradszük magunkat kérdésekkel? Vágó Isten, most rúgta ki a maga alól a kis széket. A felesége ordít, hogy segítsenek. Pista ne csináld. Mondtam, hogy ne hallgass a Morning Show. Pista, ennyire nem áll rosszul a DK.
Na jó, már is megmutatjuk a nap legjobb pillanatait. Azt mondja, hogy... Na várjatok, megnézem, mit írt Anna művésznő. Picit, mintha belesultunk volna egy a végére, nem? De ne gondold, megjöttek a felhők. Nem lassolunk, most kontrázunk és farolunk ki éppen a kempingbringánkon. Most figyeld, hogy felpörgünk. Cél Tamással beszélgettünk, aki ugye megnyerte a Bocuse-t, és felhívtuk egy rökke kis bejelentkezés erejéig. Hát sok mindenről lehetett volna beszélni még, hogy mit főzött, mi volt a menü, mennyi ideig csinálta, hányszor főztelek. Egyébként az elmúlt egyben 100-szor lefőzték azt, amivel nyertek. Tehát semmi másról nem szólt az életük. Egy rövid ilyen kis hangulatú elemként csak fölhívtuk, hogy gratuláljunk neki. Igazából, de azért elmondott egy-két fontos dolgot a versenyről. Nagyon helyes volt. Ők ugye tegnap nyertek az európai döntőt, megnyerték a Bocuse-ról, ami hát hatalmas szó nekünk magyaroknak, hogy egy ilyen szakácsolimpián tudtunk győzedelmeskedni. Nálunk azért nagyobb esélyesek jöttek el hazánkba, de mégis a magyar válogatott nyert, ez egy óriási dolog. És rengeteg kiváló nemzetközi szakácsot sikerült maguk még utasítani, Platinit, Sabatinit, tehát hogy így csak akikre így emlékszem, így elsők. Platini. És 7 óra után pedig tartottunk itt Békés Csabán egy kis közvéleménykutatást, beszélgettünk a mi drága hallgatóinkkal, és egészen helyes történetekre bukkantunk, többek között egy hallgatónkra, aki hát Nyírbogátról érkezett, és ugye a padon ült hosszú órákon keresztül, kiderül majd a Best of-ból, hogy miért, illetve egy párral is találkoztunk, akik egy kocsmában ismerkedtek meg, és aztán hát próbáltuk őket lebeszélni a fényesebb jövőképről. Úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. Itt vagyunk ám, 10 perc múlva. 10 perc, 8 perc van, most már 10 óra. És lassan elbúcsúzunk. Szia. Hol van a többi műsorvezető? Én itt állok. Hol vagy, Ferenc? Tudod, ki jön mellettem? Ki áll itt mellettem? Nézz szembe velem, itt jó, vagyok. Jó, hello. Ő Ida. Ida? Igen, akivel beszéltünk. Emlékszel? Tudod, hogy én a memóriámat semmi. Ezzel jössz minden nap azóta is, hogy jó volt-e az Idával, és hogy megvolt-e. Egyetlen hangmemóriám van csak. Hello, Ida! Szia, Balázs! Hello. Sziasztok! Csaba Rádió. A Csaba Ennyi? Rádióból. Aha. Hello, megkaptuk az ajándékot. Na és hogy tetszik? Én nagyon röhögtem. Szerintem nagyon szemtelen volt. Jó ötlet, ugye? Szerintem szemtelen volt. Hát ahogy ti is azok voltatok. Én is ezt gondolom, hogy mi is elég szemtelenek vagyunk, megkaptuk a környék hallgatottságát. Ennyi. Én nagyon röhögtem, igen. Semmi baj, nem beszélünk veletek többet. Jó van, nem érdekes. Egyáltalán nem sértettünk meg. Annyi baj legyen. Most megkérdezheted. Milyen érzés újra látni Ferit? Nagyon jó. Milyen jókat dumáltunk. Sőt, elmeséltem neki, hogy miután bekapcsolódtunk, vagy összekapcsolódtunk, igen? Vagy hogy is volt ez. Utána olyan jó sztorikat hallottam róla, és úgy sajnáltam, hogy nem korábban. Még küldtek a hallgatóitok? Nem, ismerősöktől. Ismerősök. Tehát Pácsót mindenki ismeri itt Békés Csabán. Hát, azt gondolom, igen. Van, aki erre büszke is, ezek vannak kevesen, vagy ők vannak kevesebben. Én vártam. Na most meséld el, amit nekem mondtál. Igen, szeretnéd? Na. Elmondhatom? Hát, én nem tudom, mit akarsz mondani, de kíváncsi vagyok, persze. Új Kigyorson művelődési ház, vagy központ, vagy nem tudom. Ház. Hátul a gazdasági bejárat mellett, igen, a bokorba. Ott Ferikém, de jó volt. Hát, a Rákóczi Feri szombat esténként egy szálgitárral kiállt, és LGT-t zenélt. Hosszú hajú, fiatalember, és a lányok az első sorban csápoltak, és iszonyú szerelmesek voltak. És ezt most tudtam meg, hogy ott szerelmes nők álltak körben, akkor így nem tűnt fel, nem hittem magamban. Érted? De hogy ezt ilyenkor meg már miért mondja el, nem? Hát család van, gyerek, már most mit keressél vele? Nem voltak másban szerelmesek, egy fellépő volt, te voltál fel is. Az is igaz, mondjuk, hogy kizártam a többieket. Nem tudtak kibe szerelmesek lenni. János, hagyd egy abba egy picit a dedikálást, csak egy pillanatra. El kéne búcsúzni a hallgatóktól. El tudjuk búcsúzni a hallgatóktól, igen, aztán utána még lehet folytatni. Jött egy nagyon helyes úriember, Balázs, hoztam neked ajándékot. Mit? Apró kicsi koporsókat. Ó, mondom, de jó, köszönjük. Hát én azokat gyártam, ezt tudtam nektek elhozni. Mondom, hát nagyon vidám, köszönjük. Igen, mi műsort adunk, ő koporsót. Odaadtam a hostesztályoknak, örültek neki a koporsók. Apró koporsók. De ezt nem a Csaba Rádió küldte? Nagyon, nagyon jó, helyes volt, igen, kaptunk kicsi koporsókat is. Na jó, van, hívjuk a naphallgatóját még. Csókoltatunk mindenkit a Csaba Rádiónál. Pucinunk benneteket, hívjuk a naphallgatóját, ha felveszi és mondja, hogy morning show, akkor el is köszönünk utána, illetve kap egy ajándékcsomagot. Morning show! Ez az! Hello! De jó vagy!
Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Nem írtad vagyok. Alá, hogy hívnak, mit mondtál? Laci, nagyon jót írt, azt írtad, kérdezzétek már meg a Szél Tamást, hogy a láttojást meddig kell főzni, mert 40 percet főzöm, de még mindig kemény. Nagyon jó. Régen klasszik. Igen, szegény Tamástól még annyi mindent tudtunk volna kérdezni, csak nem volt több ideje. Te vagy a naphallgatója, gratulálunk, küldjük az ajándékcsomagot, köszönöm jó? Köszönöm szépen. Puszi, köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Közben ide jött hozzám az az ember, akivel ma beszélgettünk, és ő ült itt a padon hajnali egytől, és mondta, hogy nagyon szeret bennünket, el kell indulni, mert megy a vonat. Jaj, de aranyos. Megy vissza Szolnokra, utána Debrecenbe, és onnan az állomásra. Igen, egy 10-12 óra is otthon is van. Kezi csókolom. Aranyosak vagytok. Ugye? Szerintünk maga is, ne menjen el. Imádnak meneteket, bocsi. Az orvoshoz. Jobbulást, bármi van, már az orvosnak. Jobbulást kívánom. Milyen a ferény élő be, cukorfalat? Szurkolok neki. Nekem? Ja, az orvosnak. Kapja össze magán. Nagyon helyes a bringa, nagyon kis helyes bringa. Ezzel tetszik közlekedni mindig? Ez volt a legolcsóbb a piacon. Ezt nem szokták ellopni. Egyébként az a jó, azért kell nem szabad drága bringa, mert azt ellopja. A szebbeket elvitték mindent. A pirosat, a szürkét. Egy keresztevetesség nekünk. Aranyos nem volt. Keresztevetesség nekünk mondani. Béla. Sugnak. Az önét. A magáét. Mondják, hogy Ildikó. 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 Csókolom, Ildikó. Hát köszönjük szépen, és hogy megtett. És tegnap előtt születtem. Igen? Isten éltesse. Isten éltesse. Ahhoz képest... Én tegnap, na? Ahhoz képest Ildikó már egészen fejlett, komolyan mondom. Az én gyerekem csak egy év után kezdett beszélni. 37. 37-ben? Tele vagyunk ide hallgatók. 37 éves Ildikó. Sok boldogságot és még legalább ennyit, jó? Vigyázzon a zöld bringára. Csókolom. Zöld villám, csókolom. Csókolom, Kenny, csókolom. Csókoltatjuk az orvost. Jobbulást az orvosnak. Így van. És Ildikó fogta, és ahogy jött, úgy el is tolta a ki zöld bringát, felpattant és elkerekezett. Na jól van, elköszönünk, és mondjuk a hallgatóinknak, hogy holnap Kazincbarcikán vagyunk, ez a turnézárónk. Ugye Kazincbarcika szűzek vagyunk még egyébként. Rákóczi téren vagyunk, így van. Ott vagyunk. Jaj. A Rákóczi téren vagyunk, úgyhogy aki szeretne bennünket meglátogatni, az jöjjön. Készüljön esőkabáttal, meg esernyőben, bár egyelőre szerencsések vagyunk, és hát lehet jönni hozzánk. Jó, várunk mindenkit szeretettel. Hát, és Békés Csabán nagyon jól érezték magukat, ez a kedves emberek városa, ezt meg kell így jegyeznünk mindenképpen. Én még személyesen üzenném a Deák családnak, hogy a mascarpone és étcsoki torta ilyen volt. Na, azt, hogy be is csomagoljuk neked, hogy tud mivel nem összekenni tudom, a műből, mit. Vagy a bűrülést az angol autóban. Következő van, gyerekek, hogy nyilvánvalólag nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi mindent hoztatok, és hogy így kijöttetek. Most akár könnyezhetnék egy kicsit, belül megteszem, jó volt hazajönni, köszönöm nektek, szuper. Vártam kicsit a nagy találkozást, hogy 20 év után valaki azt mondja, apa, neked? Nem fizetted a gyerektartást. Miért nem szóltál? Jó lett volna, ha esetleg. Az igazi nagy találkozás az lett volna, hogy nagypapa. Beleférne, 46 évesen belefér. Egyébként 46 évesen már simán. Hát amilyen történetek itt keringenek hát, róla. Hát amikor te még csak álmodoztál a nőktől, én már akkor túl voltam a javán. Hát egy kis faszárnyomat csatogtattam akkor még sehogy. A faszárnyomat. Csatogtattam a kis faszárnyú lepkémet. Na, hát erre varjunk. Ennek vessön bele, aki tud. Itt vagy velünk, Csabi, hello, jó reggelt. Hogy ne volnék? Hát megőrülök. Jó napot, Békés Csaba, miért nem lehetek ott veletek? Hát micsoda jó emberekkel találkoztam. Jaj, Csabi. Látod? Milyen rendesek, köszöntek. Figyelj, ha van egy kis időt, települj ki az Üllői Száz elé. Igen. Csabikám, milyen zenei lesznek? Gyorsan mondj valamit, aztán el kell köszönni. Egy nagyon jó csajt hozok nektek, nem fogjátok látni. Ez az én bajom egyébként a Morning Show-val, és nem látom ezeket a szép embereket, akikkel beszélgettek. Ellie Goulding, vannak sztereotípiák, hogy az angol csajok nem szépek, ő igen, és az On My Mind című dalát hozom nektek, jó? Jól van, Csabikám, jó munkát neked, jó? Csabitól kérjetek dalt, 555-55-00 a telefonszám, mi pedig holnap 6 órakor érkezünk, ha minden igaz, Kazincbarcikáról. Szép napot, köszönjük szépen, Békés Csaba, szevasztok, puszinek, köszönjük, ciao. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.